uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 6 óra múlt 12 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt! Jó reggelt, csütörtök van. Egy hét múlva karácsony. Ez az. Egy hét múlva karácsony és vége az évnek lassacskán, úgyhogy... Pont ezen gondolkoztam, hogy holnap 8-ra vagy 9-re jöjjünk. Szerintem 10-re. Bejövünk a Csabihoz egy órára a kíváncsi műsorba. Ne jöjjünk be, hát telefonáljunk be és küldjünk egy számot a hallgatónak. Mert hogy a céges bulink van. És nem azért, mert hogy brutálisan be fogunk rúgni, mert egyrészt nem tart addig, hát mert ugye egy koncert mellett leszünk. Halló. Azért az esélyt adjuk meg. Az esélyt adjuk meg. Hát, és hát ha tovább megyünk. Megbeszéltem magammal a 9-et. Ja. A 9-et? Igen. 9-től 10-ig bejövünk. Az utolsó órára, a hallgatói kérdésekre. Jó. Tök jó. Jó. Én 11:30-re kérnék ébresztést. Hülyeség? Nem. Tök jó. Nem? De teljesen. Gyerekek, megérdem egy még dolgozni. Ha megcsúsztunk, akkor 9:10. Jó. Már látom, hogy jön be majd most ma, 4:11, 10:30 magasságában. Na jó, nem, ez nyilván nem, mert korábban jön a programigazgató, kicsit ilyen hamu szürke arccal. Figyeljetek, srácok, hogy ezt komolyan gondoltátok, hogy jó, nem azért kérdezem, persze, csak hogy, de hogy tényleg? Míg a csípát kitör le szeméből. Igen, ez olyan, tehát ez a csütörtöki céges buli úgy, hogy benned kell dolgozni más, ez nem jobb, ez nem annyira. Ezeknek a céges buliknak egyébként, hogyha megfigyeltétek, évről évre mindig mi isszuk meg a levét ilyen értelemben, mert ugye mindig csütörtökön szoktak lenni, mindenki másnak belefér, mert hogy azért bejönnek 9-re, bejönnek 10-re, van, aki mondjuk egy picit talán korábban, vagy egyáltalán nem jönnek benne, nekünk takran mindig itt kell lennünk. Igen, de nem holnap céges buli van, úgyhogy ezt megbeszéljük. Drága hallgatók, nektek is mondjuk, hogy holnap egy kicsit később jövünk majd, de nem hagyunk benneteket. Nem hagyunk benneteket, anélkül, hogy adás lenne, csak majd valamit. Valami kis sok zenét. Én ürítek mindenkinek az egészségére egy alkoholmentes seritart. De már! Egy valami alkoholosat így jár. Jó, az elején. Jó, remélem lesz, hogy... belökjük a bulit, és aztán... Hát ha egyet, akkor már sokat, akkor vagy egyáltalán ne. Az egynek pont semmi értelme. Janinál. Vagy nem. Hát, Janinál nagyon kell oda már több. Nekem az egy elég, mert utána úgysem emlékszem már a többit. Az is igaz. Jaj, kicsomagoltad? Aha, nem, most jó, szóljál. Így, jó. Mert nem akarom letenni a pultra. Aha. Addig kinyomtalan. Na, mindenkiben minden oké, jó volt a tegnap, igen, minden rendben van, jó volt. Jó, én Ákos koncerten voltam, elég jó sikerült kis buli volt. A mi szempontunkból, elsősorban a család szempontjából azért, mert gyerekemnek ez volt az első komolyabb koncert élménye. Volt már korábban, mit tudom én, Deák Billen, meg volt a Kassa Tibin, de hát jó. Azok nem ilyen nagyon nagy aréna koncertek, voltak hatalmas fény meg hangtechnikával, úgyhogy le volt nyűgözve, nem nagyon volt róla. Hát persze mondogattuk neki, hogy ez egy picit más lesz, mint amikor kint állunk Kőbányán itt szabadtéri előadáson, és akkor följön Bill Kapita is nyomja a rossz vért. És zseniális. Reagált valamit? Reagált, nagyon intelligens módon egyébként. Reagált, picit szomorú volt, tehát nyilván nem véletlenül, tehát hogy most ez elmúlt két napban az elég keményen megtalálták minden irányból őt. Másrészt pedig ugye egy nagyon komoly főszponzor is visszalépett a támogatásáról, vagy támogatásából, és tehát nyilván ezek a dolgok is azért őt foglalkoztatták. Meg hát ki az, tehát ő emberből van, tehát ki az, aki erre a dologra nem tudna reagálni. Egyébként, de mondom, mindenféle indulat nélkül, mindenféle agresszivitás meg feszültség nélkül, picit szomorúan reagált a dolgokra, de intelligensen nagyon. Ő azt mondta, hogy most nagyon sokan kelti körülötte a gyűlöletet, de egy gyűlöletkeltőknek is azt üzeni, hogy ő értük is imádkozik is. És nagyon szépen megköszöntem mindenkinek, aki aznap este ott volt. Tüntetés és volt? Voltak. Hát, hogy gondolom, hárman álltak a metró megálló előtt ilyen filztorra rajzolt táblával is. Aha. Gondolom azon... Szülőjegy biztos ez volt rá. Igen. Szülőjegyet Ákos jegyre cserélek, vagy valami. Nekem egyébként ezzel az egészen kapcsolatban amúgy az a benyomásom, hogy szerintem érdemes ezeket a dolgokat így külön választani egymástól. Tehát, hogy azok az emberek, akik tegnap este ott voltak, azok az emberek azok az előadó művészre, a dalokra voltak kíváncsiak, a sóra voltak kíváncsiak, szórakozni akartak, nem a civil szférára, meg a civil szférában történő dolgokra. Hogyha most abból indulnánk ki, hogy melyik pop, meg rockstar mit csinál, meg hogy viselkedik,
játszik egyébként a színpadon kívül, akkor gyakorlatilag minden másodikat ki is húzhatnák a naptárból, mert akkor nem mennék el Guns N' Roses koncertre, mert az Axl egy párszor megvert az aktuális barátnőjét, de ez így van, vagy érted, van egy csomó olyan, mit tudom én, nem szeretném a Charlie Sheen filmeket, meg a Két Pasi meg egy kicsit, mert ez a csáv az egy hazug kokszos szemétráda, aki a barátnőjét úgy abajgatta, hogy közben elfelejtette nekik meg. De nem is hiszem, hogy azért lemondták a koncertet. Volt egy ilyen kezdeményezés. Ja, igen, jó házas volt egy Facebook csoport, egy ilyen ellenákos csoport. Igen, tehát, hogy igen, nem menjünk el, stb. Az egy ellenákos csoport. Igen, az egy ellenákos csoport. Tehát, hogy ők sose voltak rajongók. Persze, igazából nem arra. Nem hiszem, hogy bárki is nem ment volna. Igen, ha még egy mondatot lehet erre mondani, itt nem azokkal van baj, akik szeretik Ákost, hanem akik most úgy ítélik el, hogy semmit nem néztek a dolog mögé, érted? Tehát egy kicsit a kimászó szponzorral is az a baj, hogy ilyen nagyon gyorsan meghoztunk egy döntést, és ebből nem lehet majd visszamenni, amikor egyszer csak valaki megnézi az interjút, és azt mondja, hogy gyerekek, nem biztos, hogy az Ákos pont azt, tehát, hogy nem biztos, hogy akkora a baj, mint amekkorát keltettünk. Tudod, és közben... Hát azt nem a szponzor keltette. Hát nem a szponzor keltette, de ők meg felültek erre a vonatra, az elég szépen. Hát szerintem. Fél, nekünk szerintem, én azt, tehát nekik szívük jog úgy dönteni, hogy kinek adnak pénzt, tehát azzal szerintem nincs baj, mert csak picit gyorsan hozták meg. Ákos 5 évvel ezelőtt is ugyanezt mondta, gyerekek. Tehát ő mindig azt mondta, hogy ő ennek a régi értékrendszernek a híve. Ezzel nem volt baj. Szerintem én továbbra is fenntartom, hogy szerintem rosszul fogalmazott, és az voltak igaz, dolgok. Az egyértelmű. Tehát, hogy voltak dolgok, amiket persze szerintem rosszul mondott. Nem, ennek nagyon sok tanulsága van egyébként ennek az ügynek. És leginkább a tanulsága szerintem az, hogy szóval olyan állapotok vannak Magyarországon, hogy mindig kell találni valakit, akit meg lehet cincálni azért, hogy kicsit kiengedjük a gőzt és kiengedjük a szelepet. Olyan indulatok, olyan feszültség, olyan morális válság van, hogy egyszerűen kellenek az áldozatok, ahogy egykoron mi is azok voltunk egy bizonyos ügyben. Ugye, amikor beszéltünk arról a lányról, akin egyáltalán nem nevettünk, ahogy tegnap is elmondtam. Óvatosabban. Nyilván nekünk is máshogy kellett volna fogalmazni, de ez azt mutatja, hogy ilyen állapot van ebben az országban, és az ilyen kijelentések egyfajta gőz leengedő szerepet is betöltenek. Mert ez 5-6 éve ebből senki nem csinált volna ügyet. Mert tényleg nem volt olyan. Tehát nem, bocsánat, kurvázott vagy zsidózott, tehát semmi olyat nem mondott, amivel tényleg egy nagy dolog, rosszul fogalmazott. De egy rossz fogalmazás azért belefér egy interjúba. Most viszont ilyen állapot van, hogy ennyire kell valakit mindig a bulvárnak megrángatni, az újságíróknak, az embereknek, a feministáknak, az átlag honpolgárnak, mert annyi indulat és annyi feszültség, hogy egyszerűen pattanásig feszültek az idegek. És ez a jelenség sokkal inkább erről szól. És ez ezért szomorú jelenség. Nem is akarnak róla beszélgetni, nem akarnak róla tárgyalni, nem akarnak semmit, ítélkezni akarnak az emberek, és ráadásul nincsen semmiféle kulturált párbeszéd, tehát nincsen olyan, hogy mértéktartással kezelsz egy dolgot, vagy megpróbálod megérteni, nem, hanem két lábbal beletaposol. Igen, ítélkezni, illetve feszültséget levezetni, belerugdosni, meghurcolni, mert akkor egy kicsit nekem egy kicsit jobb lesz. Továbbra is azt mondom, hogy nem fogalmazott jól szerintem, és én még csak nem is értek egyet Ákossal ebben, hogy ez a nőnek a feladata, nem értek vele egyet, és nem hiszem, hogy egy nő ne kereshetne ennyit, és nem, és én értem, hogy mondta, én akkor se fogalmazott jól, tehát nekem nem tetszett, amit mondott egyébként, mert ha én ezt nőként végighallgatom, akkor azt gondolom, hogy Ákosnak az a véleménye, hogy a pali itt, a nő meg itt. És ez nem egy jó fogalmazás. Ezt el tudom úgy mondani, hogy egy nőnek se lesz rosszul. Mert el lehet így is mondani. Ákos nem így mondta. De túlzás az, ami vele kapcsolatban van, és ilyen állapot van az országban. Ez most egy jelenlegi állapot. Ez egy közállapot most. Tessék? Szelep lettünk. Minden ilyen kijelentés, minden közszereplő, minden műsorvezető, így van, egyfajta szelepként működik. Akár nézd meg egy reggeli műsort is, hogy negyed annyiért vesznek elő, és most nem az az ügy, másik többi száz, amilyen ügyeink voltak nekünk, és hurcolnak meg, és írnak kommentem dolgokat, és csinálnak belőle cikket, mert ilyen állapotban van az ország. Értitek? Hogy szerintem ebben ez a dermesztő, nem a kijelentés, és nem az Ákos, hanem amit ez generál, és most nem az önmagukat futtató egyébként minden címlapért a saját anyjukat eladó feminista csoportokra gondolok, akik bárkibe belekapaszkodnak, csak hogy saját maguknak csináljanak egyébként publicitást, le vagyok merülve. Benn vagyok Skype-on. Mert ők meg ebbe kapaszkodnak. Tehát tőlük a hidegráz. Mert vannak normálisak, akik egyébként valóban a női érdekeket védik, és vannak olyanok, akik valóban kiállnak a nőkért, de vannak olyan csoportok, akik semmi másra nem szólnak, mert alig várják, hogy valaki mondja, amit odarohannak egy táblával, verik a mellüket egyébként, és brutálisan irigyek a többi nőre, és egyébként utálják a nőket. Vagy aki szép, vagy csinos, vagy tud szülni, vagy nem tudom, azokat utálják, mindegy. De vannak a normális nőegyletek nyilván, tehát nem mindegyikről beszélek. Szóval ők is megérik a saját pénzüket. Bőven.
Egyértelmű. Bőven megérik, egyértelmű. Mert ők meg azt várják, hogy hol tudnak maguknak publicitást csinálni egy ilyen ügyen. Mert ez nem valódi. Miért nem a parlament elé mentek, és miért nem a kövér szava jelen tiltottak? Mert az sokkal durvább volt. Mert ő meg azt mondta, hogy hát... Ő gyereket. Konkrétan azt mondta, hogy csak az ülés van. Na tessék szépen hazamenni, aztán nekünk gyorsan gyerekeket szülni, mert itt enyészkancák vagytok, az a dolgotok, mi meg majd aztán intézzük a többit, te meg menjél haza, szüljél okos bármat nekünk! Nekem férfinak te szülje. Hát miért? Miért? Tök milyen alapon? Mondott tegnap egy ilyet az Ákos, ez is nagyon aranyos volt, azt mondja, hogy négy nővel élek együtt, esélyem sincs. Persze rajogott mindenki, és tényleg így van. Ja. Engem. Tényleg így van. Szóval ez egy állapot, és sajnos az ország ebben az állapotban van. És erről tehet a napi politika, erről tehetnek a hírek, erről tehetnek a különböző sajtó, és mi orgánumok, médiumok, és mindenki, aki ezt gerjeszti, hogy ez odáig fog menni, hogy tényleg az lesz, hogy valaki majd jól leszúr valakit egy ilyen mondatért. És ilyen állapotban az ország, és ebben ez a szomorú szerintem. Mert ennek a mondatnak úgy át kellett volna mennie 5 éve. És nem a mondat a szomorú, hanem ami lett belőle, valójában igen. Bár mondom, hogy nem volt szerencsés fogalmazás. Nem, egyáltalán nem. De tényleg, tehát, hogy előfordul az emberrel, hogy hülyeséget mond, rosszul fogalmaz, nem azt mondja, amit valójában mondani szeretne, vagy kétértelmű, vagy véleményes az, amit mond. Egyébként tényleg az van, hogy nekem például az SMS falunkra bejövő SMS-ek azok, amik leginkább jelzik azt, hogy milyen állapotok vannak az országban. Őszintén mi is egy-egy rosszul sikerült mondat után kapunk olyan szinten hideget, meleget, hogy ez elképesztő, miközben azért hosszú évek óta toljuk ezt a műsort, hát talán nem túlzás állítani, hogy néhány emlékezetes pillanatot vagy szórakoztató pillanatot okoztunk. Erre jön egy rosszul sikerült félmondat a szádból, abban a pillanatban jönnek rá az események, mekkorát csalódtam bele, érted? Hogy milyen vagy, meg ilyen vagy, meg olyan vagy, meg amolyan vagy, és hogy egyébként te voltál a kedvencem, de most már. Igen, de én de hát lehet, hogy senki nem hibázik. Lehet, hogy ebből is több van, de ez mindig is jellemző volt, hogy arctalanul SMS-t írni, hogy arctalanul kommentet, azért az már ment 5 éve is, meg 10 éve is. Ment, csak nem kaptunk. Ennyire szerintem. De nem ennyire, de az mindig volt a bátor hallgató, aki SMS-ben elküld. Tudod, érezhetően valóban több a frusztrált, haragos, dühös ember a saját élethelyzetére, a társadalomra, a politikára, a pártokra, amit aztán valahol ki kell élni. És akkor a Kövér Lászlónak nem írhat SMS-t, ezért nekünk ír? Vagy... igen, hát hogyne, persze. Van. Tehát, hogy van egyfajta morális válság, van egyfajta elkeseredettség, és nem azt mondom, hogy mindenki erről tehet, hiszen rajtam kívülálló körülmények miatt jutottam sokszor abba a helyzetbe. Nem keres eleget, nem fizetik meg a munkámat, de valahol bizony ezt le kell engedni. És kiberugok bele, éppen egy adott ügybe, egy helyzetbe. Hát látom a Borsz címlapot ma. Tessék, ja. Ákos. Azt mondja, hogy hallgatni arany, ezt nem tudta a zenész. 50 milliót bukik a nőket lenéző Ákos. Igen, és rögtön bárkin, még egy pecsétet azért rájött. Azonnal átgyalogolunk, holott közben valóban rosszul fogalmazott, és nem, én sem szeretem, amit mondott, de nem gondolnám, hogy lenézi a nőket, nem gondolnám, hogy csak nem fogalmazott jól, és szerencsésebben meg lehetett volna fogalmazni. Nem az, hogy mit, hanem hogy ki mondja. Hát, hogy az is számít azért. Tehát, igen. Na mindegy, szóval ez az Ákos jelenség tanulsága. Igazából egyre óvatosabbnak kell lenni. Hát én már bőven nem engedek el olyan poénokat. Lehet. Szerintem például nekünk igen, meg mindenkinek igen. Sajnos mindent már százszor meg kell gondolnod, mert ez a morális állapot. Én már réges-régen nem jelent meg évek óta, vagy nem tudom, egy éve, vagy két éve ilyen cikk, hogy én valakinek annyira durván beszóltam. Teljesen tudatosan vettem ebből vissza. Hát annyira durván nem, de hát csak gondoljuk az ördögnoris történetre most legutóbb. Na, értem. Igen, de ott nem, é, igen, de ott az igen. Ja, ez a fajta félreértelmezés. Mintha diktafonnal hallgatnak minden reggel a műsort, és alig várják, hogy legyen benne tényleg egy olyan fél mondat, amiből lehet csinálni egy címlapot, vagy egy második oldalt. Tök mindegy. Tehát, hogy igen. De hogy nem. Úgy hallgatnak minket is, hogy jaj, csak mondja valami olyasmit. Röhög rajta, igen, tetszik neki, ízzi, hát ez mekkora volt, és meg is van már belőle két flekken. Igen, csak úgy értem, hogy régen volt tudatos beszólás, és 3 havonta valakire oda pirítottunk meg oda, és akkor lehozták, és ezt tökre meguntam, és így teljesen tudatosan figyelek, hogy ne legyen ilyen, mert a felének se hiányzik, hogy kiforgatva valami kis poénból, poénszerűségből, nem tudom, valami nagyobbat hozzanak le. Hát igen, szóval én kíváncsi vagyok, hova megy ez az ügy, vagy mi lesz belőle. És nem szólal meg, vagy nem szólalt még meg Ákos sehol? Hát nem, annyi a menedzsment között tudomásul vették a döntését a szponzornak. Aha. Ennyi, de Ákos maga nem mondott még semmit. Hm.
Mondjuk talán annyit megérdemelt. Nem tudjuk, lehet, hogy volt leülés, de azért annyit megérdemelt volna a szponzortól, hogy mondjuk megvárják ezt a két koncertot, utána szépen csendben leülnek egymással, és akkor megbeszélik ezt a dolgot, de úgy tűnik, hogy vagy nem voltak rá kíváncsiak, nem voltak kíváncsiak a véleményére, vagy. Igen, hosszú évekig szereted jó mögé állni, oké, hogy ő viszi a zászlónkat, és aztán így egyszer csak egy mondat után, na mindegy. Nem tudom. Hát gyerekek, na ezt is máshogy látom, de. De azt, hogy azt mondod, hogy... Igen, mondjuk... szíve joga, hogyne, be, tehát ezzel nincs, egyáltalán nincs baj. Tehát én képviselek valakit, én neki fizetek, én azt gondolom, hogy ez nem fér bele, és én a szponzor vagyok, én többet nem fizetek. Hát ez, ahogy van jogom fizetni, úgy van jogom nem fizetni. Tehát nekem ez teljesen belefér, hogy valaki azt mondja, hogy köszönöm szépen, ezt a dolgot, emiatt én nem szponzorálom tovább. Hát neki ez nem szíve tetszik, joga, vagy nem... mást képvisel, vagy ő neki ez rosszul esett, vagy rengeteg nő dolgozik ott. Tehát, hogy ezzel, ez ilyen világ. Tehát ezzel szerintem nincs baj. Hát most miért kellene? Tehát ez nem egy urambátyám dolog, ez nem egy tesó, gyere, barátok vagyunk, ez kőkemény üzletről szól, ha nők elfordulnak emiatt, akkor ezzel nem akar azonosulni, és azt mondja, hogy én most emögül kilépek. Értem, szóval... még egyszer hangsúlyoznám, hogy Ákos 5 évvel ezelőtt is ugyanezt mondta, amikor ez a cég teljes melszélességgel vele volt, vagy mellé állt, érted? Tehát, hogy tudjuk az előzményét ennek, hogy az Ákos interjú például korábban készült, mint a Kövér László mondata, érted? És hogyha az nincs, akkor ebből az egész Ákosztuszból nem lesz ez a herce-hurca, akkor valószínűleg a szponzor még ma is ott van. 5 éve, vagy 3 éve, nem tudom hány éve vele vannak. Tehát ez egy ilyen nagyon gyorsan valaki berohant az igazgatóságra, már pedig ezt nem lehet tűzni, hogy ilyet mondott, és a mi színünk van rajta, szerintem. Tehát egy kicsit meg ebben szerintem meg nem látunk bele, vagy hát nem, tehát hogy ez... Én kapkodósnak érzem a döntést. Ebben nem a szponzor visszalépés a lényeg, szerintem ez egy mellékszál. Jó, de a videótékájúból azért le lehet tölteni 500 forintért olyan filmeket, amikben egyébként nőket lehet látni. Hát ennyi szóval kiszolgáltatott, hogy megalázó a helyzetbe, de hát ebben nem menjünk. Én szerintem ez nem erről szól. Én ezt tökre megértem, tehát ezzel nincs. Ezzel szerintem nincs baj. Igazából mindenki azt, és úgy is abban a formában addig szponzorál valakit, akit igen, akar. Csak a módszer tehát, megint, érted? Ahogy, hogy na akkor a nagy koncert előtt közvetlenül, na akkor... Miért akkor Ákos nem tud kimenni a színpadra? De ki tud menni, vagy, nyilván vagy, meg nem lesz világítása, csinálni. Vagy tehát, mi az, hogy nagy koncert előtt? Hát igen, de hogy... Ez egy jótékonysági intézmény, igen, csak ez milliós brand, sok millió, lehet, hogy azt mondták neki, mi nem tudjuk, hogy 2016-tól, vagy 2015, de nem látunk bele, tehát attól még a nagy koncert előtt, hát ez nem egy bemutató, ahol elveszik a vörös szőnyeget, mert a szponzor visszavonul, volt hangfény, hogy ma is tök jó koncertet fog csinálni, tehát ez ennek nincs köze ehhez szerintem. Dehogy nincs, ugyanúgy erősíti ezt a dolgot, amivel a pecsétet ráütötte mondjuk a mai bulvár újság az Ákosra. Ugyanúgy azt a pecsétet erősíti, amit nem érzünk teljesen jogosnak. Én, ha szponzor lennék, és én az én megítélésem szerint valami olyat hallanék, ami nekem nem tetszik, és én beleraknék 50-100-200 milliót, nekem ugyanúgy szívem joga lenne eldönteni. Abszolút. Nem foglalkoznék azzal, hogy most ez gerjeszti a dolgot, vagy nem. Köszönöm szépen, nagyon szeretjük, tök intelligensen nyilatkoztak, és azt mondták, hogy mi ebben a formában itt tovább nem támogatjuk. Tehát, hogy nincs ezzel baj, hát azért itt 50-100-150 milliókról beszélünk. Ákost az előadó művészt, Ákost a művészt nem támogatták. Nem tudod, ezt sosem lehet azért ketté választani. Én műsorvezető vagyok, beülök a rádió mögé, de ha délután mondok valamiért, akkor én ugyanúgy képviselem a klaszt, ugyanúgy képviselem. Én nem vagyok, az Ákos sem magánember, interjút adott, mint Ákos. Itt nincs ilyen, hogy Ákos, aki egyébként nyilatkozik, meg Ákos, aki a színpadra áll. Ezt nem lehet ketté választani. Ez nincs. Tehát Ákos az Ákos, akkor is az Eko TV-nek nyilatkozik Ákos, akkor is Ákos, ha a színpadra áll, vagy bejön ide, és itt belemond kettőjét a mikrofonban. Nincs ilyen, hogy magánember Ákos, meg előadó Ákos. Ő Ákos, ő egy brand, ő amikor nyilatkozik, ő Ákos, és nem a nagypapás, apukás, melegítő, nadrágos apuka. Érted? Tehát nincs ilyen, hogy magánvélemény, meg Ákosos vélemény a színpadon. Akkor ezzel nem tudok azonosulni, de mondjuk azzal, amikor mondjuk vagy valamilyen politikai vonatkozású dologban megnyilvánul az Ákos, azt meg akkor támogatom, azzal tudok azonosulni? Tehát, hogy ezek kicsit olyan, mint hogyha akkor érted, tehát, hogy azt a jobboldali értékrendszert is támogatnám mondjuk ez a bizonyos szponzor, amit az Ákos képvisel, mert akkor úgy ámblok támogatom Ákos, nem? Tehát akkor nem lehet ezt elkülöníteni? Tehát bármit csinál Ákos, azonosul a szponzor? Hát, de ezzel meg nem. Hát nem tudom, bármit csinál, hát Ákos szerintem nem képviselt egy rossz értékrendet. Most az, hogy ő erre vagy arra húz, vagy ide vagy oda tartozik, ettől az Ákos értékrendje, mint családapa, mint a kereszténység neveli a gyerekeit, tehát hogy tök intelligens pali, jókat mond, tehát ő nem képviselt ettől, hogy ő most hova szavaz, az ilyen alapon szerintem azért nagyon sok szponzort ebből a szempontból nem érdekel.
De az, hogy mit mond és mit képvisel a nőkkel szemben, az viszont azért sokkal inkább. Tehát más a súlyozása a kettőnek szerintem. Na, ugye én is sajnálom, mert tökéletesen az a példa történik vele, ami velünk. Tehát egy ekkorából ekkora van. Hát ezt mi is megtanultuk. Persze, hát vele lehet címlapot generálni. Hogyne. Kíváncsiak rá az emberek, ráadásul egy megosztó személyiségről van szó. Persze, hogy most minden. És ebből látszik a bulvár is, látod? Szóval, hogy nem tudják kihagyni. És lehet, hogy az újságíró megnézte az interjút, és lehet, hogy nem is így gondolja, de másnap le kell hozni, hogy a nőket lenéző Ákos. Tehát ezt le kell hozni, és ezért vagyok rájuk mérges, mert bárkin, bárhogy, bármilyen formában, bármikor átgázolnak. Holott lehet, hogy látta az interjút, az, aki a címet adta. Nem? Csak hát el kell adni a lapot. Igen. Dalszöveg? Nem, de még lehet. Azt hittem, ami osziám. Vagy bokolgi. Na, jó van, hát elbeszéltük az időt, de nem baj, hát néha az történik itthon, akkor ezeket meg kell beszélni, még ha nem is annyira videm. Hogy állunk játékkal? Hát fogalmam nincs, megmondom őket. Hát elúszóban van a hét. Kérdezi valaki, és most mi lesz Intivel? Jó, köszönjük az SMS, legalább oldjuk ezt az egészet. Igen, hát ugye? És a titkos üzenetet. Ki fogja most elkongázni? Hát milyen világ lesz? Készület a szólóra. Igen. Szóval 2-1 a hallgatóknak. 2-1 a hallgatóknak. Hát akkor pirítsunk oda. Melegítsünk a jövő hétre. Mert hát jövő héten azért súlyosabb tétet. Emeljük a tétet. Na, drága hallgatók. Nyugodtan írjátok meg, hogy kinek hogy indult a reggele, kivel mi van, jól látjuk az SMS-eket, csak hát igazából most egy kicsit elbeszéltük az időt, de jövünk Ákos hírei után. Jó, lehet jelentkezni játékra, ha játszanátok, írjatok, mi pedig jövünk nem sokára. 8 perc múlva pontosan, 7 óra, hello mindenkinek, jó reggel, drága hallgatók, itt vagyunk, és folytatjuk. 2-1? 2-1 a hallgatóknak. 2-1 jelen pillanatban. Na, megnézzük akkor, hogy kivel játszunk ma reggel. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Sziasztok, én Anett vagyok, és nagyon izgulok már most. Júj! Anett, halló, honnan hívtál minket? Útközben vagyok, éppen munkában megyek, Balassagyarmatra igyekszem, úgyhogy félre is szálltam az autóval, ahogy hívott Anna, mert nagyon nagy köd van felénk, úgyhogy most itt vagyok útközben, leparkolva. És mi a munkája egy ilyen kedves hangú lánynak, mint te vagy? Én hát pénzügyi területen dolgozom, úgyhogy csupa számmal dolgozom. Csak a száddal dolgozom, értjük. Ja, csupa számmal. Többek között a számmal, aztán a kezemmel. De jó párosítás ez. Hát, igen. Csak óvatosan, srácok, nem, mi legyünk a következő. Holnap ne legyünk címlapon, hogy a hímsoviniszta kijelentéseket tettünk esetleg a műsorban, mert Anettnek azt mondjuk, hogy először a szájával, aztán a kezével. Ajajajajaj. Ja, Istenem. Igen, nem, szerintem nem menjünk bele most, jó? Megégetjük magunkat. Anett, kivel szeretné játszani? Ferit választottam, mindenkit nagyon szeretek, de hát Feri van az első helyen, sajnos, hogy csak eszméletek egyet tudok választani, hát így Anett, nálam is te vagy az első. És még polkorrekt is tényleg. Látod, elmondja, hogy mindenkit nagyon... De. Így van, nagyon de. Rendes, nagyon rendes lány ez az Anett. Milyen jó hangja van. Köszi. Indíthatjuk az órát? Igen. Igyekszem összeszedni magam, aztán indíthatjátok. Ez a kis halk ilyen félsik, hogy meg aztán gyerek, 40 évesen én meg vagyok. Nekem elég. Én meg vagyok. Nekem elhallgatnám. Én meg vagyok. Anna, kérem majd MP3-on. Ez lesz a csengő hangom. Megvan a hétvégem. Ennyi, kész. Nem kell több gyerek. Nem, elveszített az eszemet így a játék előtt, úgyhogy ez így már nem ér. Elveszed el, mi eszünk. Jó, oké. Okay. Indítjuk az órát, jó? Köszi. Még egy soha. 3-2-1. Fire. Miért engem választottál? Halló. Azért választottalak téged, mert hogy te vagy egyedül az, akit már láttam személyesen is. Hol találkoztunk? Balassagyarmaton, ugye?
koncerten, ott koncerteztetek a Sörfesztiválon. Isten, de jó. Jó volt, ugye? Jó. Most a legutolsó alkalommal nagyon hiányoltalak onnan, de azt is megtudtam, hogy azért voltál távol, mert hogy nyaraltak. Így van, valami. De jó volt így is a zenekar, ugye? Jó volt így is. Jó Sőt, volt még így jobb, is. Hogy... Azt, hát azért ez így túlzás lenne. Te balassagyarmati vagy, Anett? Én csak dolgozni járok Balassagyarmatra, úgyhogy ingázom. Vagy? Egy kis faluba. Titkos? Hát az, hogy titkos, ez így nem helytálló, de... Nem helytálló. Az utolsó, és most jár le az idő. Hát ezt nem hittem, mert teljesen másról szerettem volna beszélni. Azért nem hagytam, mert éreztem, hogy akkor megnyered. Figyelj, egyszerűen bemondtad volna a falu nevét, meg is vagy. Igen, kész. És... De ne, annyira nem akartam kimondani, hogy... De miért titkos, hogy hol laksz? Nem, csak ez egy olyan kis hely, hogy ezt tenni, én nem akarok ezzel. Na, hát akkor csináljunk neki egy pici reklámot. Így is mindenki megismer. Szerintem ezt a hangot megismerik a faluban. Akkor figyeljetek, két bodony. Két bodony. Két bodony? Igen. Onnan, beírom, onnan két bodony, Anett. Hát a feldob valamit. Dony, aha. Így most már megmerem mondani, hogy nyertem meg, hogy letelt az idő, de ha bebuktam volna, akkor nem mondtam volna meg, mert hát ez... De hajzsel, Anett vagy? De! Megtaláltalak az internet. Cserhát vidéke körzeti takarék szövetkezet. Már nem ott dolgozom. Jöttem. Akkor most nem mondjuk meg, hogy hol lesz a gyarmati fegyházi, és börtönben dolgozom. Az volt, hogy most akkor mindent elmondtam. Rabosíts. Jól van, ez jól sikerült akkor. Na. Jól van, akkor nem voltam kész, megvan az ajándékcsomagom, ugye? Nincs. Hát mi megadnánk, de sajnos ott volt egy nem az 56. másodpercben. Nem már! De? Nem volt! Tényleg volt. De az 50. másodpercben kimondtad, hogy nem. Jaj, legyél durci egy kicsit. Igen, ott volt egy nem. Nem mondtam, mire mondtam? Tényleg mondtam. Mondtad, sajnos. Igen. Mondtad. Ó, hát én meg azt hittem, hogy nem, de hát akkor nem állítottátok meg. De jeleztük, csak exotikus állapot voltál, hiszen nem hallottál bennünket, még mondtam, hogy még 3 másodperc lett volna, és kimondtad, volt egy nagyon nagy nemed. Ma a francba, hát ezt nem gondoltam. De, na mindegy. Jól van, elkezdtem. Feri legközelebb megvigasztal majd a Best of Concert-en a Sörsátorban. Úgy, megyünk mi még arra, keressük meg. Na, megyünk tovább. Köszi, Anett. Köszi, sziasztok. Jó, köszönjük a játékot, hello. Cserhát vidéke körzeti takarék szövetkezet, mint két bodony. Azaz két bodony, és milyen áthallás, kicsit ilyen frajdi, hogy megkérdezi valaki, hogy hol lakik, hanem szátok mellett. Mert hogy... Szátok mellett? Igen. Nem durva az internet, hogy valaki betelefonál, bemondja a keresztnevét, nagyjából, hogy merre lakik, és egy perc alatt megtalálod az interneten, és döbbenet. Mik vannak? Picit ijesztő is mondjuk. Igen, picit ijesztő is. 2 perc van, pontosan 7 óra. Gyorsan egy-két közlekedési hír, mert amit drága hallgatóink küldtek nekünk. És ez fontos. M1-es 53-as kilométer Pest felé baleset történt, vigyázzon mindenki. Aztán Akvinkumnál mérik a kifelé menőket. Ez a Szentendrén van. Az Ajkára beérkezőket pedig fotozzák. A kékek a Tesco mögött elbújtak. A Tesco mögé. Úgyhogy vigyázzon mindenki. Jó, 1 perc van, 7 óra, jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, pontosan 12 perccel. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Érkezik ma hozzánk, ha minden igaz, Gangsta Zoli. Aki először nekünk nyilatkozik azóta, mióta ugye ez az ügy történt, nem nyilatkozott sehol, és ma 9 órára ő ígérte, hogy jön hozzánk. Egyrészt elmeseli, hogy mi történt ott, elmondja, hogy mi történt azóta, és hoz egy új dalt is,
amit mi meg is mutatunk. Hát Gangsta Zoli és a Kártel dala nem sűrű megy itt a Klassz FM-en, de mi leadjuk és megmutatjuk Döglét Zoliék vadonatúj számát. Igen, úgyhogy a balra után... cégesent. Igen. Igen. Hogyan készülünk céges bulira? Tegnap hívott Zoli, nem tudtam fölvenni, később visszahívom. Ferike, édesem, a rendőrségen vagyok. Hívjál már kész. Mondom, Zoli, megértettem, buszillag szemhoz, majd csörgök. Úgyhogy meghívjuk, és beszélgetünk. Beszélgetünk vele, elmeséli, hogy mi történt. Az ő esete is érdekes. De van, aki egyetért, van, aki nem ért egyet, van, aki jogos volt, nem volt jogos. Elmondja majd, hogy pontosan hogy történt a Gipo-féle reakció. Igen, a Gipo-reakció. A Gipo-reakció. Félelmetes reakció volt, mondta ezt, ugye akkor saját magáról, mert minden akciót reakció követ, mondta ezt, ugye, a Bluff című filmből. Úgyhogy 9 óra után Gangsta Zolival folytatjuk. És Kokó is érkezik ma hozzánk, ugyanis... Na, végre valami. Ugye, kicsi... Ne is se volt rossz, de rendeltem nektek egy kis. Hát drága vagy, tudtuk, hogy karácsonyra nem vagy gyerekek. Én még kiúztam volna valahogy. Ez a kör az én vendégem. Mi profik vagyunk, és egyébként is vidámak lettünk volna. Így van. Lesz egy kis havazás. Lesz egy kis havazás, érkezik Kokó, így van. Az Ökumenikus Segélyszervezetnek idén is gyűjtünk. Drága hallgatók, rátok nagyon számítunk. És nem kérünk majd sokat, csak egy telefon kézbevételt és egy darab SMS elküldését. Minden évben nagyon büszkék vagyunk rátok, és nagyon örülünk annak, amikor másnap a segélyszervezet kommunikációs vezetője betelefonál, és elmondja, hogy mekkora összeget sikerül csak a Klassz FM-nek és a Klassz FM hallgatóinak. Összegyűjteni, hát azt ugye már mondanunk sem kell, hogy jó helyre megy abszolút, hát sok éve gyűjtünk nekik, és tényleg. Mi úgy is hívjuk csak őket, hogy a kokomenikus. Kokomenikus. Mert hogy minden évben itt van kokomenikus. Segélyszervezeték már ugye közel 20 éve, vagy hát ez az idején a 20. alkalom, hogy elindították az adventi pénzadománygyűjtést, és hát valóban egy olyan szervezetről van szó, nem kell félni attól, hogy ez a dolog rossz helyre megy. Úgyhogy számítunk majd rátok, mondunk SMS számot, mindent, de majd csak 7:30 után jön hozzánk Kokó, úgyhogy vele erről beszélgetünk majd. Ha esetleg bárkinek bármilyen kétsége lenne a dolog a kapcsolatban, az nyugodtan látogasson el a honlapjukra, ott egészen pontosan meg tudja nézni, hogy is milyen formában támogatják egyébként azokat az embereket, akik rászorulnak. Cseszneknél a Szerpentin közepén egy kamion áll az úton lerobbanva, Siós Tomi küldte nekünk, köszönjük szépen. 42-es jójárható enyhe esőhatóság mentes kamionos Robi küldte. M3-as bevezetőn óriási a dugó az M0-ástól a város felé, nem tudjuk az okát egyelőre. Bogyka Peterten a busz megálló előtt mérik a Szigetfár felől érkezőket, drága fotók készülnek Rétságon, a 2-es főúton méghozzá Pest felől érkezőket mérik. És azt nézem, hogy M1-es, 53-as, 54-es kilométer között baleset Budapest felé, leállósában vannak már a forgalom, egyébként akadálytalan. Bokor felől a Herencsényi erdőbe elakadt teherautó és busztükör, ég az út, mindenki vigyázzon, és a Ceglédi körforgalomnál baleset fennakadás még nem, még nincs. Tehát, hogy baleset van, csak egybéta hallgatni, baleset van nyilván, de fennakadás még egyelőre nem jelentettek. Dodek küldte nekünk. Köszönjük szépen. Mennyi szép hely. Csesznek, Szigetvár, Ceglédi körforgalom. Igen. Mennyi szép a szíved, mi? Mindenhol lettem egy-egy jó dödölő. Hallottátok, hogy mit mondott Ákos a hírekben? A mámeik. Az eszem megáll, hogy hová tart ez a világ, de tényleg. Azt mondta, a mi Ákosunk, igen. Azt mondta, hogy... ugye volt a párizsi terror cselekmény, és állítólagosan a párizsi terror cselekmények után már 2 nappal feldelítették emberünket, ez a Salah Abdeslam, vagy hogy hívják, tartózkodási helyét Brüsszel egyik negyedében. Viszont, és itt jön az, hogy az ember esze megáll, hogy hová tart ez a világ? Ezt hallgassátok, ez Ákos is elmondta, az éjszakai rajtaütéseket tiltó jogszabály miatt nem kutathatták át a lakást. Micsoda? Az éjszakai rajtaütéseket tiltó jogszabály miatt nem kutathatták át a lakást, és ezáltal a gyanúsított egyébként időt nyert a szökésre. És utána olvastam ennek a dolognak, 1967 óta van egy törvény, ami arról szól Belgiumban, hogy 11 óra és hajnali 5 óra között csak kivételes esetekben teszi lehetővé a rendőrségi rajtaütéseket. Hoppá! És figyelj, de hogy milyen betegek, de tényleg, a terrorizmussal kapcsolatos ügyek nem tartoznak ide a jogszabály szerint. Tehát emberünk megszervezett egy párizsi merényletet. Meghalt 120-130 ártatlan ember. Tudják, hogy hol volt, és rajta üthettek volna, vagy találhattak volna valami olyan nyomot, amivel sokkal gyorsabban megtalálják,
de azt mondták, hogy nem. Ugyanis 1967 óta nálunk ott van egy törvény, ami tiltja a 11 óra és hajnali 5 óra közötti rajtaütéseket. Tehát mit mond a törvény? Terrorista vagy, gyilkos vagy, de aludj nyugodtan, mert a te álmod az nekünk is fontos. Vagy menekülj, 11 és 5 óra között. Nem ütünk rajtad, mert csak kivételes esetekben. Kérdezem én, egyébként mi a kivételes eset? Ha, ez nem ha az nem az, hogy a pali, az ember, ez az érdekes állat, ez az elmebeteg, egyébként 5-6-8 másik társával megölt 120-130 teljesen ártatlan embert, és végrehajtott egy terrorcselekményt. De ne, aludj nyugodtan, 5 órakor ott vagyunk a házad előtt, érkezünk, addig azt csinálsz, amit akad. Normálisak ezek. Hogy mi lehet a kiírás? Normálisak. A gyerekek, az ok mi lehet, hogy azért, hogy a rendőrség ki tudja magát pihenni, tehát azért nem támadunk 11 és 5 között. Az állampolgárok. Ne zavarjuk meg azzal, hogy ajtókat törünk be, szirénázva kivonulunk, és a levegőben. Képzeld már el, amikor ott a falhoz lapulva jönnek be a maszkban, hogy hívják sisokban, hogy hívják fegyverekkel, szépen libasorban egymás mögött, a kommandósok is egyszer csak kinyitja a földszint 2-be egy néni az ajtó, 4-12 Szóval érted? Én értem, hogy a liberalizmus bölcsője, meg hogy tényleg az emberi jogok, meg én is nagyon sok olyan eszmét vallok, ami közel áll ahhoz, hogy a liberális gondolkodás, ez nem egy rossz gondolkodás. De hogy azért ez ebben a formában létrejöhet, megtörténhet, hogy tudják, hogy ott van abban a lakásban, és 4-6-kor egyébként átkutatták, de addigra nem volt ott. Én a demokrácia hívő vagyok, de ilyen demokrácia, vagy ennyire demokratív, vagy demokratikus demokrácia, én nem szeretnék élni. A részemről ezt mehet 4-12-kor is. Csak kivételes esetekben. Kérdezem én, egyébként ezen kívül mi a kivételes eset? Ha atombombát gyárt? Vagy ha... Én nem tudok ennél durvábbat mondani, mint hogy valaki egyébként embert ölt. Nem? Hát az ember elleni bűncselekménynél nincs sokkal durvább, tényleg csak az, hanem robbantasz föl valahol, mint hogy atomerőművet, és még többen halnak meg. Tehát mi az, hogy csak kivételes esetekben, de a terror az nem számít. Mi számít? Ha elcsaltad a közös költséget? Vagy ha... Mi számít annak? Hát milyen beteg ez a világ? Milyen beteg? Hol élünk, érted? És ezt valaki egyébként törvényben foglalta 1967-ben. És azt mondták, hogy jó. De nem változtatták meg ezt 2001 után, szeptember 11-e után. Nem változtatták ezt meg a nem tudom milyen londoni merényletek után. A bosztoni robbantások után, ami mondjuk lehet, hogy európai szála is voltak, hanem azt mondták, hogy ez jó ez a törvény, ez maradjon érvényben. De nincs egy parancsnok az akcióban, aki azt mondja, hogy nem érdekel. Nincs, vállalom a felelősséget. Nem bírál. Kifizetem a pénzbírságot. Nem bírálhatod fölül, dehogy is. Nem. Hát te parancsot hajtasz végre, ha neked azt mondja, nem lehet bemenni, akkor te nem mész be. Hát na, de van egy parancsnok az akciónak, aki azt mondja, hogy gyerekek, ne hülyéskedjetek, elmegy a csávó. Nem, hát nekem is ez az első, ami eszedbe jutott. Egy katonák, na ők ennél profilban. Tehát nekik ott a parancs, nem lehet bemenni 5-ig, ott a 2-kor ott van, de ő nem megy be. Hát 4-59 még várjunk. Egy nagyon picit halkabban lövöldözni tudnának. De most komolyan kérdezem. Egy picit halkabban, ha lehet. Jó? Köszi, már aludnánk, gyerek, holnap kell. Nálunk mindenkit éjszaka visznek el, nem? Hát persze. Mindenki ez éjszaka mennek, akkor vagy otthon, akkor alszol, akkor vagy a legkiszolgáltatottabb. Hát Lajcsinál is hallottuk, hogy megérkezett a tekije, de nem tudom, maszkos emberek jöttek is, amikor tényleg a legkiszolgáltatottabb, vagy elvisznek, de nyilván jó, de azért mennek éjszaka, mert akkor vagy otthon. Hát így van, meg így mindenki bár ez hallja, azért, látja, meg ilyesmi. Hallja, látja, persze. Melló közben vinnék el, akkor nem lenne híre. Ez egy erődemonstráció. Nem, egyébként nyilván nem ezért. Hát akkor, akit elvisznek akkor, az is nyilván kiszolgáltatottabb helyzetben van, mondjuk egy egyszárpólóban, vagy gatyában az igazak álmát aludva. Ja, tehát ezért nem visznek éjszaka. Nem, ezért visznek ja, el éjszaka. Hittem, nálunk. És ott nem lehet alsógatyás felvételeket. Akkor nálunk nincsen demokrácia. De értitek, hogy azért ez egy mennyire beteg egy világ? Tehát teljesen. Tehát, hogy én értem, de hogy azért, döbbenet. Nem? És akkor lelépett a csávó, pont ez a 6 óra elég volt. De hogy lépett le, miért, hol ment volna Feri? Kialudta magát, ja, semmi, nem boldogan. Szóval tényleg, tehát, hogy a liberális gondolkodásnak is azért erősen megvannak a határai, vagy meg kellene, hogy legyenek a határai, mint ahogy minden más eszmének is, gondolkodásnak is megvan a határa. Tehát a liberális gondolkodás nem azt jelenti, hogy egyébként te elmebeteg vagy hülye vagy, és nem mersz átírni egy törvényt, és nem mered azt mondani, hogy a terrorista vagy, már pedig bemegyünk, érted, tesó, mert éppen embereket öltél meg. Nem érdekel, hogy alszol, leszel, vagy mit csinálsz, rátörik a házat, és elviszünk, és megkapod a büntetésedet.
5 óráig nem. Nem, 5 óráig gyerekek, mi nem megyünk se. Hát, ez mikor 60-as években? Ez a 67-es törvény, de hogy azóta ez életben van, így van, és nem, ezért nem tudták emberünket elkapni. Vagy hát volt ideje eltüntetni a bizonyítékokat, tehát hogy ő már nem volt ott háromkor, csak összepakott mindent, lelépett, és mondta, még van 2 óra. Még. Hát simán mennek vissza addig. Ha egyébként rajtütöttek volna, vagy elvitték volna, akkor lehet, hogy néhány civil szervezet az utcára vonult volna. Igen, így van, törvénysértő. Tehát hogy mégis 4-58-kor még nem ilyen, 5-től már lehet. A terrorista is csak ember. Igen, igen. Érdekes dolog. Igen, valaki azt írja, hogy Balázs, most elvetem műtnek titulálod, szeptemberben még sajnáltad és támogattad őket. Hát, na látod, milyen buta vagy? Látod? Hogy még hallgatsz minket évek óta, de még mindig nem érted azt, hogy miről beszélek. Se szeptemberben, se semmikor nem támogattam terroristákat. Én azt mondtam, hogy azt ne hagyjuk, hogy a Keletinél egyébként gyerekek aludjanak, és fázzanak, és éhesek legyenek, és nők feküdjenek a földön, és ezt nem engedheti meg magának egyik ország sem, de ebben nem volt benne az, hogy terroristákat támogatok. Továbbra sem szabadna a kettőt szerintem összemosni. Mert nem minden menekült egyébként terrorista, és ha kimentél a Keletibe, akkor láthatod, hogy ott milyen állapotok voltak, és nem ezek az emberek öltek. Az, hogy valaki ezt próbálja kommunikálni, az egy dolog. De ez ebben a formában nem igaz. Ő belga volt. Többek között. Ráadásul. Így van, és hosszú ideje ott él. Tehát aki így látja, az ostoba. Az ostoba, és te is ostoba vagy. Tényleg, sajnálom, hogy ezt kell, hogy mondjam, de én abszolút kitartok azon véleményem mellett, amit egyébként akkor mondtam, hogy feladatunk segíteni, és nem hagyhatjuk, hogy az út mellett üljenek, hogy vándoroljanak, hogy gyerekek fázzanak, hogy hidegben aludjanak, hogy anyukák szüljenek a Keletibe, hogy ne kapjanak orvosi ellátást, továbbra is kitartok emellett. De a kettőt össze most egy nagyon nagy butaság. És akkor viszont te nem érted azt, hogy én mit mondok. Ez nagy baj. Ez sajnos nagyon ostoba világnézet. Viszont a Feri egyetért veled. Nem gondoltam át, mert nem azok a gyerekek, és nem azok a nők, és nem azok a mesztelen lábbal robbantási nyommal beleégett gyerekek öltek, és azok a nők, és azok az anyák, és nem az ott születendő gyerekek, és nem gondoltam át, ezt továbbra is ezt fenntartom, hogy ez nem egy elfogadható állapot, és igenis ezen dolgunk, hogy segítsünk, és ne nézzük ezt úgy, ahogy nézte nagyon-nagyon sok ember. Tehát nagyon fura ezt összemosni. De hát sokan összemossák. Ne húzd magad, Jogi. Na, inkább mondd meg, hogy honnan tudom, hogy az a girosz, amit eszem, az igazi girosz, vagy nem. Na, tessék, tegnap hozottam egy két girosztálat, és nem konkrétan nem mertem megenni. De miért nem? Mert malteros izébe kerül. Hozott két girosztálat a gőműves. Komolyan mondom, megörülök. Gyerekek, a magával a betonkeverővel egyébként nem lenne baj, csak mondom, ha az tiszta. Itt nem ez a dráma, mert hogy az ipari húskeverő, az kb. Ugyanígy néz ki, profib nyilván, mert nem ilyen anyagból van, meg az 1 millió forint, tehát drága dolog, nyilván ezért vettek 60 000 ért egy betonkeverőt. Itt nem az a baj, hanem az, hogy tonna számra volt olyan hús, amiről fogalmuk nem volt az embereknek, hogy honnan jött. Hát meg már elnézése se volt egyébként az a betonkeverő túl bizalomgerjesztő. Az egy másik dolog. Hát mert az van, érted, hogy hétfőtől péntekig keverik a hús, de hát szombat vasárnap ne álljon ott az a drága gép, azt kiviszik melózni építkezésre. Szörnyű. Igen, mindenki tudja, hogy miről van szó, a Nébih, egy Pest megyei húsnagykereskedést ellenőrzött, és hát én egyre jobban szeretem a Nébihet, komolyan mondom, kiváló munkát végeznek. 22 tonna terméket foglaltak le. Ellenőrizetlenül, te is mondod, az engedély nélkül a munkások elszaladtak. Gyerekek, Ázsia, de nem, hogy Ázsia, Bangkok, érted? Vagy Vietnám, vagy Kambodzsa, elszaladtak. Igen, berohadt valaki, és elkiabáltak, Nébi Ázsia! Igen, ablakon, ajtón, mindenki. És jelöletlen, nem nyomon követhető, lejárt, romlott, penészes, hát ez olyan állapotok, hogy megnézed azt a kis filmet, és nem, hogy gyrosz nem eszel többet, konkrétan... Mi is kínunkba röhögünk. Vegetáriánus leszel. Rossz higiéniai körülmények, betonkeverő, penész, kukac. Hogy hol a határ, tényleg? Tehát annyira abszurdak már ezek a sztorik, hogy hihetetlen. Tehát, hogyha ha nem tudnád, meg nem lennének ott a dokumentumok, meg a jegyzőkönyv, meg a fotók, akkor azt gondolod, hogy ezeket a Nébih találja ki, hogy róluk beszéljünk, vagy ilyesmi, de nem, ez az abszurd valóság. Csak tudod, mit nem értek, hogy oké, hogy valaki
lopja az áramot és beviszik. Nyilván ő azt mondta, hogy persze, mert valakinek a tyúk szeméré lépett. Mi az, hogy milliós büntetés? Miért nincsen? De komolyan mondom, ha 22 tonna élelmiszert szabadítok az emberekre, ha én ezt évekig csinálom, ha téged megmérgezlek, ha eszik a gyereked, ha ebből nekem 100-200-300 milliós profitom van, ugyanis olcsón veszem, lejárt hús veszek, rohadt hús veszek, és nagyon drágán adom el, tehát csalok. Ugyanúgy csalok, mint ahogy az csal, aki mondjuk nem fizeti be az áfát, és elrak 50 millió forintot. Ő ezzel keresett most 50 millió forintot. Mi a különbség a két csalás között? Hogy nem fizettem be az áfát mondjuk, és lecsuknak, mert áfatolvaj vagy, az nagyon fontos, és azt üldözzük. Ő megkeresett ezzel mondjuk 50-100-150 millió forintot az elmúlt 5 évben. Mi az, hogy milliós nagyságrendű csalás? Hogy miért ők nem rejtegetnek római korú töredékeket a tabukba. De most nem is a Lajcsival akarom, most igen, de hogy miért nem azonnal, tehát miért nem börtön, ha én élelmiszergyártó vagyok, hát, akkor igen. Azt mondom, hogy büntessetek meg 3 millióra megéri, mert egyébként kerestem 300-at, igen. Vagyis elcsaltam 300-at, vagyis miért nem viszik őket börtönbe? Igen, de tényleg miért nem viszik őket érdekes börtönbe? Érdekes ez a dolog, mert tulajdonképpen ők mérgezik az embereket. Mérgezik az embereket, plusz brutális hasznot keresnek, brutális hasznot csinálnak azzal. Tehát a dolog, hogy én beledöglöm abba, hogy penészes rohadt húst teszem, fokhagyma fűszerrel meg fűszerezve. Nem, döglesz, hát, egy kicsi hasmenés azért van utána. Tudod, hogy hány ilyen gíroszt tettünk meg hajnalban már körülbelül. Ez igaz. De nézd fel azt az oldalát, és akkor, hogy azzal, nagyon hogy komoly. Így, ilyen formában dolgozzák fel a különböző húskészítményeket, lassítják az építőiparnak a tevékenységét is, hiszen nem haladnak a zsuluzással, mert állandóan foglalt az a rohadt betonkerül. De érted, hogy nem azt mondják, hogy ez szigorítunk, és ez innentől kezdve 1-3 évig letöltendő. Mert az, hogy milliós büntetés, ha én ezt csinálnám, gyerekek, 3 millió büntetés. Itt van. És keres rajta 150-et, mert rohadt romlott húst vettem 1 tonnát 10.000 forintért, és adtam meg kilónként a gyrosoknak 400 forintért. Az bezárták legalább? Vagy az se? Bezárták, igen. Bezárták. Hát kérdés, hogy meddig, hogy ugye ilyenkor befizeted a büntit, nem tudom, rendezed a dolgokat. Kitakarítasz. És aztán kitakarítod a betonkerült, visszaviszed a kölcsönzőbe. Az ütvefúrókkal és a bontókalapáccsal együtt. Azt mondják, hogy nagyon sok gyroszosnak nagyon hosszú ideje adhatták ezeket. Tehát, hogy sanszos, hogy azért mindannyiunkat megvendégeltek egy jóféle kis gyrosztárra. Érted? Rommá van fűszerezve a hús, hát nem is érzed? Semmit nem érzel. Hát fogalmad nincs. Sütve ugye a gyroszosnál ráadásul még ugye egy ilyen pörzsölős technikával gyorsan átpirítják a szélét meg, és gyönyörűen eszed. Hát igen, meg annyi csípős paprika meg bors van benne, hogy nem is érzed valójában. A fűszerezés sokat segít. Komoly. De azért a technológia, hogy milyen okos a magyar, látod, hogy lehetne venni tényleg egy ilyen 1 millióért egy ilyen nagy, nagyon szép ipari húskeverőt, és azt mondja, hogy mi a francnak, de minek, mikor 60 ezer a... Amikor, hogyha most húzzák rá második szintet a házadra, Lajosik, és ott áll az a betonkeverő ilyen. Ugye? Meg betonozással megvoltak, hát csak tudjuk használni valahogy. És a romlott húst is meg tudod annyira fűszerezni? Hát szerintem igen. Tehát, hogy a szagát is elvedd a fűszerre? Van már egy olyan szint, amit nyilván nem lehet, de szerintem a kicsit megindul. Nem tudom megállapítani, hogy én bemegyek egy gyroszoshoz, az két napja még betonkeverőbe volt. Feri, nem, most Ferinek elérted, azért neki se könnyű érted. Mindig belőni azt a szintet. Ahol még éppen el tudjuk adni. De azt tudod, hogy sajnáljasztalak. Bezárták ezt az üzemet. Hát most egész nap telefonál. Hát szerinted miért telefonál? Hát érted. Oda a beszállítója. Honnan a francból szedek? Hallod, öreg, nem akarom melyeteket felnyomni. Egyszerűen csak tudni akarom a titkait. Honnan? Hogy csinálod? A kutyádnak nem adnád oda. Hát megnézed azt a videót, gyomrat kiforul. Mondom, a Viki teljesen ártatlan, ő nem látta tegnap ezt a hírt, mert egész nap nem volt internetközés, félült, hogy hoztam ki egy gyrosztálat. Én most nem vagyok érdekel. Akkor fizetek. Én ma nem bocsorázom. Szóval, hogy ez elképesztő. Elképesztő. És azt mondják, hogy milliós büntetés. Hát húha. De nem, tényleg azt akarom, mi a különbség? Már hogy miben? Ha valaki nem fizet be mondjuk 50 milliót és börtönbe megy, meg ha valaki így tesz szert 50 millióra, és azt viszont megbüntetik, és szó nincs soha ilyen esetekben arról, hogy menjen már valaki börtönbe. Soha. Tehát nincs visszatartó ereje a pénzbüntetésnek. Hát pedig kellene valamilyen precedens értékű büntetés, amiután azt mondják, ha gyerekeket tetsz ezzel, ha bárkit érted. Amiután nem lehet azzal védekezni, hogy háplinyolatápláb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 nyolat
érted? És elszaladtak. Hát hol elszaladtak? Hol tartunk? Jön a népi. Olaj! Volt egy jelszavuk, hogy olaj? Vagy volt egy titkos jelsz, hogyha meglátod a népiket, mert a népik ugye hát nem egyenruhában, hogy ők csak oda besétálnak. Mikor jöttek rá, hogy el le kell lépni? Mikor az első igazolvány meglátták, és valaki elkidáltotta magát?
olaj! Igen, mondom, hogy valaki elkezdett neked. Ez a titkos jelszó. Jézus, és akkor mindenki elbújt, és valakiből, hogy hívják, letért, dálólámpa, felejtett a lábamúrát, valaki bebújt a zsákok alá. Valaki beugrott a betonkeverőbe. Igen, és úgy elkezdte forogni benne. Nézd azok, nem egy ember is tudott forog a betonkeverőbe, mert most mutatják éppen a tényekben, hogy betonkeverőbe készült a gírosz, lerágott csontok, véres csontok, koszos kések, penészes asztalok, rohadt hús, sörös rekeszekben, ilyen félig kiürült, véres, fehér, ilyen húsos bödönök, hát így, atya úristen. Abban még fehér festék volt a múlt héten. És vajon akik menekülnek, ők még mindig futnak? Vagy ilyenkor hazafutsz? Vagy hova rohansz? És meddig rohansz? Visszajössze holnap a munkahelyedre, hogy hiszen már úgy sincs ennek ott. Igen, hogy állt a nébik, és azt látta, hogy 10 ilyen nagyon koszos ruhás, ilyen koszos kezű, ilyen kesztyűs, ilyen ipari munkás. Nem, semmi. Hát elrohant. Nyilván csak átrohantak a közebben lévő építkezésre. Érted, és oldaltok kezdve teljesen kompatibilisek voltak, ugye. És vajon a tula is rohan munkásnak át? Száz a magát, vagy ő ilyenkor ott marad? Vagy ő is azt, hogy tehát ő is lelép. Hát ő beugrik a Mergába, azt mondja. Beugrik az S600-ba. A Brabus 63 AMG, nem tudom, miben tízik, gamercibe is így elmegy. Hát, gyerekek, szörnyű. Kínunkba rögünk. Abszolút. Ez szörnyű. És tényleg odamész este, vagy reggel, délben, vagy hogyha elmegyek, tolok egy jó kis kirusztálat. Én erről lefűztem. Nehogy magad, hát most akkor ilyen erővel csomó dolgot nem ehetsz meg. Hát nem csak ők csinálják gíroszt, vannak rendes gírosz készítő iparosok is. Ennyi. Ne add fel a hajnali gíroszolást a körúton. Fél 8 minút pontosan 4 perccel. A Kokóval folytatjuk. Jó, drága hallgatók, figyeljen mindenki, aki szeretne egy picit segíteni. Az Ökumenikus Segélyszervezet munkájáról beszélgetünk majd, és aztán megkérünk benneteket, hogy minimum egy darab SMS-sel támogassátok a segélyszervezet munkáját. Jó helyre megy, mi hosszú évek óta dolgozunk velük, úgyhogy egészen biztosak lehettek abban, hogyha segítetek, akkor ezáltal sok embernek segítetek. Jó, úgyhogy ezzel folytatjuk. Ákos híre után. 3:48 lesz pontosan. 2 perc, lá, Coco Jumbo, ez volt a vége? Bizony, igen? Hát ez egy jó dal. Olyan volt, mint a retro. Picit előkészíti a jövő hét szerdát. A jövő hét szerda, így van, a jövő hét szerdán. Egy jó kis retro nappal búcsúztatjuk. A Deep House mocsarába fogunk elsőni. Deep House, nem, bárcsak lenne Deep House, de azt nem akarok hozni, már szeretem. De egy-két régi klub himnusz, csak hogy más legyen a retro nap, mint ahogy eddig volt. Na, gyorsan egy-két közlekedés mielőtt folytatnánk. Leányfalunál mérnek a Tahiból érkezőket, Jocó küldte nekünk, köszönjük szépen. Aztán az M3-ason egyelőre nem látok semmit, bármit csak a 14-es kilométernél vagyok. Jó, hát ez, ha tovább mész, akkor írd meg nekünk, hogy mi van még arra felé. Köszönjük. Aztán a sűsápi vasúti átjáró fénysorópója nem működik. Fokozott óvatossággal menjen mindenki, alakul a dugó. M3-as bevezető szokásos tempóban halad, nem látom a dugót, Barbó küldte nekünk, és Kisterenyén a 21-es főúton mérik az autósok sebességét, ez pedig Bence küldte. Köszönjük szépen. Na, mi pedig folytatjuk, ahogy ígértük, Kokó, valaki már meg is érkezett hozzánk. Kokó, jó reggelt kívánunk! Hello, reggelt. Ciao. Köszönöm a kedves hallgatókat, sziasztok! Hello! Nagyon korán van? Nem. Lényegesen korábban keltem, mint ide megérkeztem, de a jótékonykodásra mindig van idő, tehát ilyenkor hát, korán nekünk is lehet már olyan telefonálni, SMS-t küldeni. A Mikulás és a Jézuska között egy ilyen kis egyszer csak megérkezik. Beleforgató könyv, tehát már kapjuk az ünnepi borokat, ünnepi beiglit, és nézzük, hogy mikor jön Kokó. Tehát évek óta az ünnepi Kokó. Így van, így jönnek egymás után. Nem jól Mikulás, Jézuska, Szilveszter másnaposság. És közte valahol te, mert hát nálunk na ez vajon már ugye miért is jöttem? Na de vajon miért is jöttem? Mert hogy megint tart, amit már beszéltetek róla, hogy 20 éven keresztül az ünnepi összefogás jegyében ez az adománygyűjtés, és ebben kérjük ismételten a Klassz FM minden kedves hallgatóját, hogy segítsen nekünk. Tavaly is, és tavaly előtt is óriásit segítettetek. Emellett a srác, mert nem lehet mellé beszélni, itt nincsen ilyen hosszas felvezetés. Még ment volna a felvezetés? Nagyon profi. Mikor volt? Kicsit, de a 13:53-at mondjuk el gyorsan, és akkor beszélhetünk utána. Jó, mondjuk majd meg, kifejtjük, hogy lehet hívni, hogy lehet SMS küldeni, illetve melyik az egyszerű. Ami fontos ugye, hogy ez nem csak arról szól, hogy most valakinek vagy valakiknek az ünnepe jobb legyen, ezt ugye szoktuk hangsúlyozni minden évben, hanem ez már kicsit megáldja az a jövő évi tevékenységeteknek, ugye? Ez az egész éves tevékenységet szolgál. Tehát te voltál tavaly az ételosztáson, ez a nagyon látványos része itt advent utolsó hetében, ez a 6 nap, amikor Budapest több helyén is osztjuk az ételt, ez körülbelül 6-10 000 adag étel kiosztását jelenti, nem erre gyűjtünk egyértelműen, hanem hát ennek a segélyszervezetnek tényleg ez egy óriási nagy munka, 300 munkatárs, 25 intézmény, éves szinten 55
szociális szolgáltatás, ennek a finanszírozását kell valahogy megoldani, és ehhez kell természetesen évközben is, de ilyenkor advent közelettével vagy advent közepén egy ilyen nagy gyűjtőkampányba kezdenünk. Tehát nem közvetlenül most az ételre gyűjtünk, mert az is nagyon nagy, hát éves szinten 100 000 adag ételt osztunk ki, tehát csak most ilyenkor karácsony közelettével közel 10 000 adagot, arra is kell természetesen, de hát olyan sok feladatot lát el a segélyszervezet, és annyi hívást és annyi kérést kell teljesítenünk, hogy erre kell nekünk természetesen egy ilyen nagyfokú, nagy arányú gyűjtést, kezdeményezést elkezdeni. Hogy lesz ebből a 250 forintból konkrét segítség? Hogy értsék azok, akik tényleg úgy próbálják magukba tudatosítani, hogy oké, most elküldöm, valahova megy. De hát ez egy fontos dolog, ugye, hogy mi lesz belőle, kiknek segítetek. Teljes egészében megérkezik a segélyszervezet, és egyébként a segélyszervezet működése az roppant átlátható. Tehát, hogyha valaki felmegy a weboldalra, akkor lehet látni, hogy egyrészt egy nemzetközi cég auditálja minden évben, másrészt pedig a teljes bevételnek a jelentős része, nem akarok számadatot mondani, de 80-90% környékén fordítódik arra a célra, amire mi gyűjtünk. Tehát nem arról szól a történet, hogy mi ezt feléjük, vagy ezt olyan célra használjuk fel, amit mi szeretnénk, hanem ennek is megvannak a konkrét irányvonalai, és hogy mondtam, hogy éves szinten elképesztő sok mindennel foglalkozva költjük el a pénzt, tehát évente több mint 600 bántalmazott nőnek és gyermeknek nyújtunk segítséget, 50 családnak nyújtunk átmeneti menedéket, több mint 400 gyermek vesz részt éves szinten különböző rendszeres felzárkóztatást elősegítő programokban, fejlesztő foglalkozásokban, több mint 1000 hajléktalannal próbálunk meg évközben melegedők, átmeneti szállók és utcai szolgálaton keresztül foglalkozni. Közel 20 000, vagy talán több mint 20 000 segélyhívás fut be hozzánk egy év alatt, és ezeket is próbáljuk valahogy megoldani, tehát erre megy el a költségvetésünknek a jelentős része. Igen, hát itt a meleg étel, az osztás, ugye, amit mondtál, az csak töredéke, mert hogy azért, amit te is mondasz, igen, tehát, hogy a ruhától kezdve a tűzifáig, ez egy nagyon sok rétű dolog, kinek mire van szüksége. Hát ugye ráadásul a segélyszervezetnek is a jelmondata, vagy az arc poetikája és az ételt az éhezőknek, ez egy pont. De hát van ott az otthontalanoknak, vagy esélyt az esélytelenek, ami egész évben lényegesen komolyabb feladatot látja el a segélyszervezet. Tehát az, hogy enni adunk az éhezőknek, ahogy szokták mondani, taníts meg inkább halászni, mint sem halat adj neki, és nekünk az éves feladatunk inkább erre irányul, tehát nekünk van sok olyan felzárkóztató központunk, van sok olyan nagy családos otthonunk, ahol próbáljuk az embereket visszavezetni a társadalomba, tehát nem csak enni adni nekik, nem csak meleg ruhát adni, hanem megtanítani őket, hogyan lehet megkeresni az ennivalóra a pénzt, hogyan lehet megkeresni a pénzt az esetlegesen az otthonteremtésre. Tehát ez sokkal komolyabb és sokkal nehezebb feladat, és ez valóban sokkal több pénzt is igényel, mint egyszer egy alkalommal ételt adni valakinek. Érdekes tapasztalás egyébként ez az ételosztás. Hogy de tavaly ott voltam. Én ott voltam, igen, hogy amikor az ember így ott van és ételt oszt, hogy fogadják el, hogy mit mondanak, hogy mennyire hálásak, hogy mit lát az ember a szemükben, hogy nem is gondolja az ember, és nem is tudjuk, és nem azért, mert feladatunk tudni, mert ha az ember minden nap ehet, akkor egész egyszerűen az ember lénye ilyen, hogy nem feltétlen gondol bele mindig abba, hogy milyen az igen, természetesnek tűnik, de hát az ember így van kitalálva, tehát ezért senki nem hibás. De hogy az egy adott pillanat például ott nekik egy mekkora ünnep tulajdonképpen, és hogy milyen hálásak, és ha jönnek kérni még egyszer, akkor azt mondják, hogy nem lehet, kérhetek-e még egyszer, jutott-e mindenkinek, nincs veszekedés a sorban, ahogy beállnak a sorba, ahogy kivárják. Tehát egy nagyon érdekes tapasztalás. Most péntektől jövő hét keddig, szerdáig tart az ételosztás, minden nap több ezer vagy 1000 adag ételt osztunk ki különböző helyeken Budapesten, de ez egy számomra is ez volt az első élmény 10-valány évvel ezelőtt, amikor a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel találkoztam. Ez egy nagyon erős impact. Amikor az ember egy ilyennel találkozik, akkor egész másként gondol esetlegesen akár a segélyszervezetre, akár pedig az ilyen karitatív feladatok elvégzésére, de amikor évközben az ember követi a munkájukat, és mondjuk eljut Kastélyos-Domborra, eljut a Soroksári úti otthonba, meg azokra a helyekre, ahol azokat a munkálatokat végzik, ami nem ilyen látványos, tehát nem arról szól, hogy hosszú sorban egy fűtött sátorban ételt osztasz, hanem segítesz valakinek, hogy rátaláljon arra, hogy milyen úton lehet a társadalomba beilleszkedni. Találkozol olyan gyermekekkel, olyan anyákkal, olyan családokkal, amik egy erőszak hatására szétrobbantak és próbálnak talpra állni, akkor rádöbbensz, hogy azért ez egy sokkal szertágazóbb feladatkör, és ehhez óriási segítség lenne, hogyha most mindenki kezébe kapná a telefont, és egy 1353-as telefonszámra. Egy SMS vagy egy telefon, ül mindenki a kocsiban, remélem, ha nem is a dugóban, de van annyi ideje, hogy kezébe vegye a telefon. Nagyon nagy segítség. Hívjuk, vagy SMS-ezzük. Bármelyik, mind a kettő. Jó, a hívás talán azért gyorsabb és egyszerűbb, mert nem kell semmit írni az SMS-ben sem, tehát nem kell azon gondolkodni, mit írjunk, hogy köszönjük Balázs, vagy igen, hajrá, igen, magyar ökumenikusok, de egy telefon. Igen, mert abban szöveget el kell küldeni, ezért egyszerűbb az hívás. Te köszönsz be?
Nem, egy géphang közli. Igen, és ugye azért jobb a hívás, mert hogy matábról is egyszerűbb, ugye onnan úgyse tudsz SMS-t küldeni, tehát akinek esetleg nincs mobiltelefonja, vagy munkahelyen van, az is föl tudja emelni a matáb. De szép szó, az a matáb. Nem kicsit lehagyok magad, Istenén, egy analóg csávó vagyok ebben a digitális világban, mindig azt mondom. És ugye, ahogy mondtam, 300 munkatársra dolgozunk évközben. Vannak, mint például Balázs is tavaly, meg én jó magam is, egy jó pár olyan közéleti szereplő, aki rendszeresen csatlakozik hozzánk a különböző akciókhoz, tehát mondjuk vegyük úgy, hogy 400-an vagyunk, és most, ha valaki fölveszi a telefont, akkor ez a 400... Távbeszélőkészülékkel. Akkor ez a 400 emberhez tud csatlakozni, hiszen mi is valamilyen szinten segítünk, és aki most így beszáll ebbe az akcióba, ő szintén segítőként ott van velünk. Tehát egy picivel, én most beszélgettem Kozma atyával, pont itt a Láncid Rádióban, nem is olyan rég, és őt mondta ezt nekem, és ez tényleg nagyon szép dolog, hogy miközben jó cselekszel, jobbá válsz. Hogy nem. És ez egy nagyon-nagyon érdekes élmény megélni, ha az ember egy picit jobbá akar válni, már pedig miért ne akarnánk. Igen, abszolút, meg ez az ételosztás is azért jó, mert ezt sokan mondják, de hogy azért ez nem jön magától, tehát baromi nehéz valaki más helyzetéből beleképzelni magad, de ha elmész egy ilyen helyre, vagy máshol, ahol vagytok, akkor az a fajta együttérzés, ami az emberben van, az el kell kezdeni magadban felébreszteni ahhoz, hogy ez hosszú távon benned ez munkálkodjon és működjön. Nagyon, nagyon jó, nagyon érdekes, nagyon jó tapasztalat. Nem. Abszolút nem. Ők aztán főleg nem, tehát a sorbálók egyáltalán nem. Tehát olyan jó fejek, kedélyesek, örülnek, boldogok, hogy találkoztak Balázsral, tőle kapták az uborkát, a csupasztott uborkát. És ő volt az uborkát? Én voltam az uborkát. Azt hiszem, egy ideig merőkanalat adtak a kezembe, aztán kivették, átraktak az uborkához, visszaraktak, mindenhova pakoltak. Ide mentem mindenhova, ahol szükség volt rá, mentem. Balázs, látjuk, hogy ez nem annyira megy, akkor az almája, nem? Akkor ott már voltál. Jó, egy kicsit állj hátré, most hagyd dolgozzunk. De tehetséges. Ha integetsz is most. De ez igazságtalan, percig. Legyünk tehetséges. Pont úgy egy ilyen hatalmas, nagy ilyen wide limbo mered, és hát egy 10 perc kellett, mire azt az adagot tudtam, ami nem esett túl, nem volt kevés, és egy 10 perc után ráérzel arra a mozdulatra, ami pont egy tányér. Balázs, így 200-nak nem jut. Az elején ilyen akkurátus, amit otthon a vasárnapi ebéd, így megfogtam egy szépen, és mondták, hogy nem, ez egy mozdulat, belerakod, adod, ne hosszú a sort, én meg kicsit rá, kicsit vissza, lehúztam a tányér szélét, tudod, nem, ez nem lesz jó. Nem kell megfújni, ők már nagyon. De mondom, kellett egy 10 perc, igen. Na, drága hallgatók, tehát akkor a lecke fel van adva, hogy szoktuk mondani. 13:53, ezt mi többször fogjuk mondani mai napon. Hívni vagy SMS-t küldeni. A hívás tényleg egyszerűbb, de ha SMS-t küldtök, az is nagyon-nagyon jó. Ugye ez 250 forint, tehát azért azt nem mondhatja senki, hogy olyan nagyon megterhelni ez. Mondjuk egy adag ételára körülbelül. A telefonszám lehet, így van, 250 forint, értelemszerűen, ha többször hívjátok, akkor többször 250 forint. Ki hányszor belátása vagy anyagi helyzetétől függően hívhatja a 13:53-as számot. Megnézzük ma, hogy hol álltok, és akkor holnap ugyanebben az időpontban, vagy mondjuk holnap adás végén. Hozzátok csapjuk, hogy az a ti. Az igen, azért azt úgy jó hallani, hogy igen, a Klassz FM és a Morning Show és a rádió hallgatói mennyit tudtak összegyűjteni. Úgyhogy drága hallgatók, rajtatok a világ szeme, jó, 13:53 mondjuk sokszor, egyszer hívni, vagy SMS-t küldeni, írjatok bele valamilyen szöveget, igazából teljesen mindegy, 250 forinttal támogatjátok az ökumenikus segélyszervezetet, és ahogy hallottátok, hát nem csak az idejévet, sőt, nem az idejévet, hanem már inkább ugye a hosszú távú projekteket 2016-ra. Látva az ország állapotát, elfér bőven. Az a sok-sok 250 forint. Csúnya dolog, mert azt lehet mondani, hogy ezek valahol állami feladatok is, de arra is rá kellett döbbennünk, hogy az állam nem ér rá mindenre, és ezeket talán ezeket a lelkületeket jobban megérintő problémákat az ilyen segélyszervezetek jobban tudják kezelni, vagy közelebb vagyunk az emberekhez ilyen értelemben. Abszolút szükség van rá, igen. És ha tényleg az ember nem tesz mást egész évben, csak háromszor 250 forintot küld el, akkor mondhatja, hogy gyerekek, én ennyit tudtam, nem volt más lehetőségem, de beszálltam hozzátok a Morning Show-ba, és segítettem, és ezzel kicsit mindenki nyugodtabban tud a falat üldögélni. Megszüntetni a problémákat valóban nem tudjuk ebből nem az összegből sem. Nem is lehet. Enyhíteni, és talán egy picit egy más irányt szabni, akár emberek életének, és ami ez talán az egyik legfontosabb, hogy ha valakit vissza tudsz húzni a társadalomba, akkor többszörösen jól jár a társadalom. Egyrészt nem kell rá többet költeni, másrészt adófizetőként hozzá tud járulni a jövőben a mi életünkhez is. Hogyne, igen, abszolút, és nagyon sok sors, és nagyon sok önhibáján kívül oda kerülő ember, tehát nem is lehet azt a bélyeget, vagy pecsétet rájuk nyomni, hogy persze, hát mindenki tehet arról, hogy hol van, nagyon sok gyerek, nagyon sok ártatlan, nagyon sok kiskorú, szóval, hogy tényleg elfér. Jó, drága hallgatók, 13:53, holnap beszélünk, akkor szerintem 9 után fogunk benneteket megcsörgetni, hogy mennyi jött össze. Várunk, és még egyszer köszönjük a lehetőséget, és hát én most én szurkolok a
hallgatóknak, hogy mindenkinek legyen ideje, ereje és lehetősége felkapni a telefont. A hallgatóink ilyenek. És egyébként, hogyha felmentek a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetnek a Facebook oldalára, akkor megnézhettek egy tavalyi fotót, ami látszik, hogy a Kokonak már egyedül is megy Balázs mellett. Ketten állnak, egy ember adogatja neki a tányért, egy másik tartja a tányért, Balázs pedig az még az elején lehetett. Arccal. Jó, hát ott még próbáltam a rizsas csúcs úgy belőni, hogy az pont egy tár legyen. Az elején mondták, hogy Bali, ha ekkor adagot, mert nem jut még 500 embernek. Kicsit vissza. Jó, hát mondom, hogy kellett 10 perc, mire belejöttem. Kokó, nagyon szépen köszönjük. Most jött ebben a pillanatban, annyira gyors ma már ennek az adatrögzítés, hogy most 2 milliónál tartottok ebben a pillanatban. Ebben a pillanatban? Nem már. Hajrá, Kosszefem, hajrá Morgansó. 10 perc alatt tudtátok, hogy mennyi jön, hol tartottunk, és ahhoz képest 2 millió forint? Hát gyerekek. Lehet, hogy volt egy nagy meccénás, aki nekiugrott a telefonnak. Folyamatosan. Természetesen felhívjuk az ő figyelmüket is, hogyha szimpatizálnak az összeggel, és úgy érzik, hogy szeretnék ezt megduplázni, akkor van minden lehetőség telefonjuk, megvan. Akkor hagyj szóljon. Nem kell az alkalmazottjaiknak szólni, hogy gyerekek, küldjetek, hanem mondják meg, hogy ennyi lett a Morning Show-ba a végösszeg, én még egyszer ennyit hozzáadok, és akkor hozzácsapjuk. Hallottunk már ilyenről, vannak ilyenek, úgyhogy nem zárkozunk el ezzel. Még egyszer köszönjük a lehetőséget. Kokó, mi köszönjük, holnap beszélünk. Köszönjük szépen. Jó munkát nektek. Ciao. Sziasztok. Drága hallgatók, hát akkor mutassuk meg. Mutassuk meg, hogy mit tudunk együtt. Jó, 2 millió tavaly az lehet még a Krisztófot megkérdezem, hogy mennyi jött össze, és akkor mondjuk az összeget, legyen ez egy ilyen, tudod, egy ilyen versenyszellemben elkövetett dolog, hogy milyen jó lenne, ha azt az összeget elérnénk, hogy egy kicsit rátennénk, legyőzve saját magunkat, és a tavalyi gyűjtés végösszegét. Hát ha ennyi idő alatt 2 millió, akkor a 8-10 millió szerintem holnap simán kivitelezhető lesz, vagy még talán egy kicsit több is. Jó? Úgyhogy 13-53, higgyétek el, hogy jó helyre megy. Tényleg jó helyre megy. Mi se állunk olyan ügyek mellé, amiről nem vagyunk biztosak, és hosszú évek óta dolgozunk a segélyszervezettel, úgyhogy hajrá. Meg ha mondom, bárkinek bármilyen kétsége is van, vagy kíváncsi egyszerűen a szervezetnek a működésére, akkor az www.segélyszervezet.hu, menjen fel a honlapjuk, a nézen körül, nagyon meggyőző. Nagyon, abszolút. Igen. 13-53, használjátok, jó? Mi pedig játszunk, mit mond Dóra? Ez a kérdés. És már itt is van a játékosunk. Sziasztok, Dóra vagyok. Mit mondok visszafelé? Találjátok ki. Visszafelé beszélünk. Ülész, hebélet, a szív. Élet, a szív, a nomni, mit botájálat, hogy a rút, moca, iszni. Vásítjellán, mime? Aki válaszol. Sziasztok, Isus vagyok. Isus, hello Isus. Isus. Zsuzsi. Isus-it akartam mondani. Az a jó, hogy egy rövidesre tudunk mi se kitalálni. Elkezd kattogni az anyunk, vajon? Igen. Hogy nagyon jó ez a játék, sose talál ki senki semmit, de nagyon jó, mert megmaradnak az ajándékcsomagok, nincs ezzel baj. Zsuzsi, hello, honnan hívtál minket? Sziasztok, Pilisről hívtalak titeket. Pilisről, jól van. Na mondom neked, hogy van még híres emberünk, illetve szólás, mondás, egyik nehezebb, mint a másik, nem akarnak elkeseríteni, de nem lehetetlen. Nem probléma, legyen akkor inkább a híres ember. Híres ember. Aja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 j
Jó, rendben van. Na figyelj, indítjuk az órát, fél perc, nem sok idő, gyorsan eltelik, figyelj. Igen. Mutatom. Zsálap kácsúcs. Hű, ez tényleg nehéz. Kádzsúcs. Gyugyák Balázs. Segítséggel, így van, hát így szól, figyelj. Zsálap kácsúcs. Gyugyák Balázs. Gyugyák Balázs, így van, Gyugyák Balázs. Uh-huh. Áj, de jó. Megvan az ajándékcsomag, szép volt. De jó, nagyon örülök. Egyébként annak idején az Angie Mahaskálának a sajtótájékoztatáján többször mondták így a nevét valamit. Igen, azért mire megtudták egyet. Gyugyi? Gyerekek, hát ott vannak az erbén. Azért az, ott, azért egy egészen jó sorsolással, igen. Gyugyi, megvan az ajándékcsomag, gyors voltál és ügyes voltál. Na, köszönöm szépen. Küldjük neked, jó? Jó, rendben van, köszönöm szépen, nagyon. Köszi, ciao, szép köszi, ünnepeket. Sziasztok, nektek is, hello. Meghitt, áldott, békés, boldog. Boldog. Így van. Mit szoktak még? Minden. Öltöztessétek szeretetben a szíveteket, és egy érdekesség, csak azért mondom, hogy a hangot, amit hallottatok előtte, ezt a kanállal ütögetem a lábast, ezt tavaly rögzítették a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet ételosztásánál, amikor Balázs osztott az ételmet, meg kicsit türelmetlenek voltak, hogy
Jó lesz az, Boli, jó lesz az, add ki a kezedből. Jó, még egy kicsit a húst, egy pici uborkát mellé teszek, így van. Ez most egy picit több, nem, az a lábas, nem a hagyjuk. Osszon almát. 8 óra után egy perccel jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra múlt 14 perccel, hello mindenkinek. Jó reggelt, drága hallgatók, itt vagyunk. A Mosfószent Miklósi felüljáron mérik az Ausztria felé haladókat. Újpesten a Megyeri úton, a régi Tungsramnál büntetik a rendőrök a buszába haladókat. Ezt Alice küldte nekünk. Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy Tamás vagyok Londonból, munkaközben online is titeket hallgatlak. A segélyszámra innen is számról is lehet küldeni SMS, léci válaszoljatok. Gondolom nem csak engem érdekel itt Magyarország harmadik legnagyobb városában. Jó. Gyerekek, mekkora duma. Mekkora duma. London Magyarország harmadik legnagyobb városa. Hát igen, ezt megkérdezzük. Ezt megkérdezzük. Én szerintem ez nem biztos, hogy külföldről működik, de mindjárt a Kristóftól ezt megtudjuk. Jó? Nem, mert nincs ország előhívó. Tehát igen. Nem tudja a helyi hálózat, az angliai hálózat nem, kezelni. Nem, ezt nem tudja ez hova tenni. 13 vagy 3, így van. Ez jó, de egyébként most mi ettől függ, persze ezt erőltetjük, és ez is most a legfontosabb ebben a pillanatban, ez a 13-53, de hogyha valaki segíteni akar, akkor az fölmegy a segélyszervezet.hu-ra, és ott megnézhető, hogy egyébként még milyen formában lehet segíteni. Mert ott is például mondjuk bankkártyás úton, módon is lehet kiválasztani az összeget, 2500, 5000, 10000 forint, egyéb összeg, tehát, hogy nem kell feltétlenül ugyanebben az összegben gondolkodnod, meg az SMS számon, de most mi azért súlykoljuk az SMS számot, mert ez a legegyszerűbb, a legközvetlenebb, leggyorsabb módja a segítségnyújtásnak, de mondom, a honlapon keresztül lehet máshogy is segíteni. 7 óra 57-kor voltunk 2 milliónál, 8 óra 3 perckor jött Kristóftól az SMS, már 3 millió. Nagyon jó, nagyon helyes. Óriási. Nagyon jól állunk, így van. Na, azt mondja, hogy gyorsan még egy-két közlekedési hír. Hogy itt volt? Igen. Elmetes Nagykanizsa felé a 125-ös körnél egy kamionnak időlt a kereke, 3 rendőrautó és 2 KPM vigyáz rá. A leállósában elég vicces a szitu. Ezt Duda küldte nekünk. Így van. Ez a 126 és a 127-es kilométer között van egészen pontosan. Köszönjük szépen, valamit Lányfalunál mérnek a Tahiból érkezőket, ezt Jócó küldte nekünk. 9 óra után, ha minden igaz, érkezik hozzánk Gangsta Döglét Zoli, és arról az ominózus céges buliról faggatjuk majd, hogy mi történt, hogy történt, mert hát nem tudjuk azóta se, és bulvárlapoknak ő sem nyilatkozott, úgyhogy elmondja majd nálunk, hogy történt az az ominózus este. Először őt ütötték meg, aztán ütött vissza. Mi történt azóta? Van-e rendőrségi eljárás? És igazán súlyos testi sértés a vád most ellene? Vagy pedig ugye jogos védelem, ha először ütötték, teljesen más a kettő nyilván. De állítólag az emberünk az azt mondta, már akit megütött, ugye, hogy megérdemel. Igen, aztán de kiderült, hogy ő ezt nem mondta. Mondta. Hogy általában ezt nem ő mondta, és az a cikk az nem úgy jött létre, és ő nem mondott ilyet. Ezt majd az Oli elmondja. Jó. Próbáltuk jó. Mi is az embert megszólaltatni, de kiderült, hogy nem mondott ő ilyet. De beszélgetünk majd ugye a dolognak a tanulságairól, teszteljük majd Zolit, hogy mit változtatott rajta ez a dolog, amikor bejön, én hátba fogom vágni. Bátor! Igen. Na, drága hallgatók, és mondjuk, hogy van egy SMS számunk, illetve egy telefonszámunk, ez a 1353. Az Ökumenikus Segélyszervezetnek is gyűjtünk, ugye idén, immáron sokadik éve. Ez 250 forintba kerül mindenkinek. Értemszerűen azoknak, akik hívják, hogy SMS küldenek erre a számra. Hívni sokkal egyszerűbb, nem kell SMS-ben beírni semmit. Beütött 1353, tárcsázol, 250 forinttal segíted a segélyszervezet munkáját. Koko itt volt, elmondta, hogy mit csinálnak. Hát nagyon szerteágazó a segélyszervezet tevékenysége. Gyerekeknek, felnőtteknek, időseknek, étellel, ruhával, tűzifával, otthonnal, tanulással, nagyon-nagyon sok mindennel. Nagyon sok mindennel tudnak segíteni. Úgyhogy segítsük egy picit mi is a hiányt szenvedőknek. Jó? Vagy a hiány szenvedők támogatásával egy picit mi is segítsünk. 250 forint, 1353, holnap mondjuk az összeget, hogy mennyi gyűlt össze. Drágák vagytok, ha legalább egyszer hívjátok ezt a telefonszámot. Hozzánk pedig megérkezett Vali utoljára. Hello Vali, jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Hello Vali! Hát vége az évnek, és búcsúzunk lassan. Utoljára vagy itt.
Mit csináltok közben? A feleséged gyakorlatilag egy teljes virágos kertet locsolt magára, és vaníliákkal kenegeti a hóna alját. Tehát itt tart, és állandóan idejön, ezt felé, ezt szagold meg, és nyomja ide a különböző testrészeit, aminek nagyon örülök, Viki. Hát, nem lehet több. Annát is jó. Annát befújtad, nagyon jó. Akkor Annát is majd csekkoljuk két megszólás igen. között. Na, hello, Vali, jó reggel, ciao. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Ciao. Mi újság, hogy vagy? Hoztál ilyen kis csomagokat mindenkinek, nagyon cuki vagy. Köszönjük szépen. Bizony, ígértem az argánolajat, úgyhogy hoztam valódit, ami azért jobb, mint a többi, mert a legtöbb argánolajat finomítják, amiatt, mert van egy nagyon jellegzetes illata, egyesek szerint szag, egy nagyon enyhe, ami egyébként fölkenés után elmúlik, és sok cég nem meri ezt felvállalni, ezért inkább ilyen mindenféle kémiai történettel próbálja meg finomítani ezt. Ez átmegy ami... a kecskén azért ilyen, csak mondom. Tényleg. Átmegy rajta. Tényleg. Igen. Halál, az igazi argánolajat úgy csinálják, hogy természetes módon igen. lehántják az argánolaj, vagy az argán magról ugye a termést, és igen. ezt a kecske csinálja meg. Az irány az mi felé? Hát Szájtól a végbél felé, konkrétan. Hát ez olyan, mint a kopilugák, az igen, meg ugye, hát a macska. Szerencsétlen cibet macskákat megetetik vele. Igen, a cibet macskákat. Hát, viszont a legjobb ráztanító ereje van, és ami ez a nagy felfordulást okozta, az az, hogy ugye a múltkori adásban feszegettük ezt a parfüm témát, hogy a legtöbb parfüm ugye mennyire káros, és most én hoztam be eredeti illatokat, úgyhogy ha gondoljátok, akkor akár ki is próbálhatjátok őket, és én úgy gondolom, hogy ezt ne hanyagoljuk ezt a témát, mert olyan félbe maradt volt a múltkor, és ugye nem tértünk ki igazából a karácsonyt érintő számtalan olyan dologra még, ami illattal jár, mint például az illatgyertyák, a párologtatók, a füstölők, a különböző mécsesek, és arra gondoltam, hogy ma lehet, hogy egy kicsit erről a mérget akarunk adni karácsonyra című ez dologgal. Tegnap volt, emlékszel, egy ilyen SMS? Igen. Bombasztikus, tudod, igen. Mérget karácsonyra. Tegnap volt egy ilyen SMS, hogy a dolgozók kaptak olyan mécsest, amiről kiderült, emlékszel, karácsonyi égetásként, nem hogy lejárt, hanem hogy mérgező volt a mécses maga. Hát nem vitték a dolgozók, meg jó lesz. Tessék. És a karácsonyi mérgekről szeretnél, hogy mivel mérgezzük magunkat? Hát egy kicsit felhívni talán a hallgatóknak a figyelmét, hogy mire kell figyelni, mert aki egy kicsit tudatos, az már tudja, hogy ugye a kozmetikumokkal igencsak résen kell lenni. Csak nagyon sokan nem tudják azt, hogy nem csak a kozmetikumokkal kell résen lenni, hanem azzal is, hogy mibe rakják. Számtalanszor találkozom olyan kozmetikummal, aminek egyébként az összetételével nem lenne egyáltalán probléma, de belerakják egy olyan műanyagba, amiből mondjuk kioldódhat igencsak káros anyag, akár ftálsav, vagy más néven ftalátok, illetve a biszfenol vagy bifenol anyagról beszélek még, ami szintén műanyagból oldódik ki, és hiába jó a kozmetikum összetétele, ez belekerül magába a kozmetikumba. Azt hiszem, hogy az utóbbi időben nem volt karácsony anélkül, hogy valami műanyag kínai gyerekjátékot benne tiltottak volna. Pontosan emiatt a kioldódó anyag miatt, hiszen ez olyan könnyen reakcióba lép, hogy a kisgyerek beleveszi a szájába, és mondjuk már egy egyszerű nyálazással ki tud belőle oldódni ez az anyag. Tehát elég hozzá egy pici hő, egy pici savhatás, vagy egy pici lukhatás, és ez már kioldódott belőle. És vannak olyan anyagok, mint például a ftálsav, ami már ilyen 28-30 fokon simán kioldódik. És nagyon meg kéne néznünk, hogy amit vásárlunk, az milyen műanyagból van. Most elvileg az európai szabványok kötelezik a gyártókat, hogy a műanyagnak a minőségét egy ilyen kerekített háromszögben egy számmal jelöljék, és az a szám elvileg elárulja, hogy az anyag jó vagy rossz. És az, hogy kozmetikum vagy gyerekjáték esetén melyik jó vagy rossz, azt onnan tudjuk eldönteni, hogy például az egyes szám, ami egyes szám van a műanyagokban, az mindig a polietilén tereftalátot jelenti, tudom, ne káromkodjak. Igen, egészségedre akartam. De ez mondani. Rövidítve ez a PET. PET. Aha. Na most a híresztelésekkel ellentétben a PET palackból nagyon kevés egészségre ártalmas és mérgező anyag tud kioldódni, viszont van egy nagyon rossz tulajdonsága, hogy nem bomlik le. Tehát a legkörnyezetkárosítóbb az összes műanyag közül. Ugye tudjuk, hogy konkrét szigetek úsznak már a tengerbe, ami a műholdakról látható, amik PET palackból vannak. Hát ezért kell szelektíven gyűjteni, de ez egy másik téma.
A kettes számú az egy nagysűrűségű polietilén, ezt általában HDPE-nek is jelzik, aztán van a hármas számú, az a PVC, ezt azért az idősebbek már tudják, mert régen ugye a PVC padlók voltak, emiatt is tiltották be, mert ennek viszont nagyon durva mérgező anyag kisugárzása van, a levegőbe is bele tud kerülni, és ahol a PVC-vel dolgoztak, ti azért már vagytok annyi idősek, hogy az általános iskolában lehet, hogy még volt, és ilyen tipikus szaga volt. Nem, nem a konyhában volt, konkrét, a konyhában, persze, nem csak a suliba, Istenem. Azok a feltöndörödő szélek. Így van. Aztán van a négyes, az egy ilyen kis sűrűségű polietilén, egyébként ezt majd szeretni fogjuk. Aztán van egy ötös jelölés, az a polipropilén, ez PP-vel is jelölik, vagy PPR-rel. Aztán van a hatos, az a polisztirol, és van a hetes szám, ami minden egyéb mást jelent. Uh-huh. És itt van ennek a buktatója, mert a hetes az lehet halálosan mérgező műanyag is, meg lehet tökéletes műanyag is, ugyanis az egyéb besorolásba teszik bele például a teljesen növényi eredeti műanyagokat. Nagyon furcsa, hogy ilyen is létezik. Na most, ha megnézzük azt, hogy melyik jó, meg melyik rossz, akkor a hármas, a hatos számú és a heteseknek a nagy része az kimondottan toxikus. Uh-huh, tehát 3-6-7 azt ne vegyük. 3-6-7. A 7 azért kérdőjel, mert viszont a legjobb minőségű is 7-es. Mert hogy ez az egyéb kategória. Uh-huh. Tehát annak még nem csináltak külön számozást. Ami elvileg biztonságos, és azért mondom, hogy elvileg, mert egyelőre nincs bizonyított hatásvizsgálat arra, hogy rosszat tenne a szervezetnek. Ezekben mit tárolnak, bocsánat? Ez a vizet is például? A 3-as, 6-osban, meg a 7-esben nem. Például van, én láttam olyan cumis üveget, ami például 6-os műanyagból készül. Az nem szerencsés. És hát kozmetikumokat tárolhatnak, akkor háztartási edények lehetnek ilyen anyagból, tehát azért kell nagyon leellenőrizni, hogy milyen műanyagból van. Na, ami elvileg biztonságos, tehát eddig még senki nem tudta hivatalosan bizonyítani, hogy káros anyag oldódik ki belőlük, de nem hivatalosan, már néha följönnek kérdőjelek, az a 2-es, a 4-es és az 5-ös, valamint az SAN jelzésű, ez nem háromszögben van, ez egy lágyító nélküli akril, amit például hoztam nektek ajándékba, argánolajakat, meg seavajakat, meg ilyesmi, az egy ilyen akrilba van benne, az egy SAN akril, és van egy, ami garantáltan biztonságos. Az 1-es. A 2-es. A 2-es. Elé fogta. Félig igazad volt. Hát a személy számból kiindulunk, akkor ez a női minőséget jelenti. Na. Tehát gyakorlatilag a műanyagokról ennyit szerettem volna mondani, hogy erre figyeljünk, mert hiába járják ugye az ellenőrök ezeket a karácsonyi vásárokat, meg a különböző boltokat, de nincsenek annyia, hogy mindent le tudjanak fülelni, és én úgy vettem észre, hogy az emberek nagy többsége néha spórolásiból, főleg kínaiaknál veszi meg ezeket az ajándékokat, és ott azért elég sok turpiságot lehet látni a műanyagokkal kapcsolatban, tehát olyan azokkal elővigyázatosan, és az már 8-as, hát ilyen nincs. Igen, az a kínai. Igen. És még egy tanácsom lenne a műanyagokkal kapcsolatban, az, hogyha feltűnő szaga van, tehát nem csak közelről, hanem már messziről, ha bemegyünk egy boltba és érezzük, hogy ilyen vegyszerszagot érzünk, akkor ott ne vásároljunk, mert ott garantáltan van rossz típusú műanyag. Néha kínai cipőboltokban lehet érezni ezt a nagyon speciális szúros szagot. És hát ez volt az egyik fontos, amit még karácsony előtt szerettem volna elmondani. A másik meg, hogy ugye a karácsony vele járója az, hogy általában ilyenkor még az is párologtat, meg illatosít, meg füstöl, meg aroma mécsesezik, meg stb., aki egyébként nem szokott, tehát nem a napi rutinhoz tartozik. Van egy rossz hírem, ezeket a nagyon kis színes és nagyon illatos ilyen különböző gyöngyvirág, meg karácsonyi mézes kalács, meg mit tudom én, lélekmelegítő, meg vannak ilyen fantázia nevei ezeknek az aromamécseseknek. Nem, a lélekmelegítő az más szerint. Az más, igen, az a mostanra, nem? De szépen melegítő. Nagyon kell velük vigyázni, mert ezeknek általában szintetikus az illatanyaguk. Tehát ha már odafigyelünk a parfümjeinkre és a kozmetikumainknak az illatára, akkor erre is érdemes odafigyelni, hiszen illatanyagot csak olyan növényből tudnak kinyerni, aminek van illóolaja. Na most
a gyöngyvirágnak nincsen illóolaja, sőt a baracknak sincsen illóolaja, meg a dínyének sincsen illóolaja. Tehát ezeket nagy valószínűséggel szintetikus anyagokból rakják össze. Aminek mondjuk, meg az almának sincs illóolaja, ugye ilyenkor karácsonykor ilyen sült alma illatú vigyókkal elárasztják az ilyen karácsonyi vásárokat. Én azt javaslom, hogy inkább forduljunk természetes megoldásokhoz. Tehát lehet manapság már kapni olyan jellegű füstölőket, ami egyszerű illatmentes mécsessel működik, és úgy néz ki, mint egy pároloktató, csak a tetején van egy icipici rács, mint a teaszűrőnek a rácsa olyan. És arra a rácsra mi magunk rakhatunk rá például szegfűszeget, rakhatunk rá fahéjat, rakhatunk rá levendula virágot, rakhatunk rá rózsaszirmot, különböző ilyen szárított növényi részeket, vagy kérgeket, vagy akár egy fenyőágat letépünk, és a mécsesnek a melegétől gyönyörű és csodálatos illata tud. Narancsi a radiátorra például. Például, na hát igen, vagy négy a kandalló szélére. Igen, az hát sok aztán narancsi. Csere. Aztán csere, sok narancsi, igen, majd pont négy percig tart. Igen. De egyébként azt is meg lehet csinálni, hogy egy narancshéjat, tehát félbevágsz egy narancsot, ugye kifacsarod narancsfacsaróval a levét, és magát a narancshéjat visszafordítod, ez egy ilyen kosárka lesz, tehát kívül lesz a fehér része, belül pedig a narancssárga. És abban a részében raksz bele egy teamécsest. És a teamécses ugye átmelegedik az alumínium része, és gyönyörűen kipárologtatja a visszahajtott narancshéjból az illóanyagokat. Aztán amivel még nagyon vigyázni kell, azok a füstölők. A füstölőket ugye nagyon régóta használja az emberiség különböző szakrális dolgokra is, tehát ezzel varázsoltak, meg szellemeket üztek el, meg ünnepi alkalmakkor illatosítottak vele, de azokat a füstölőket, amit mostanában lehet kapni, ad egy, vagy szintén szintetikus illatanyag van bennük, vagy pedig az a kötőanyag, amitől ő füstölővé áll össze, az egyfajta ragasztó, ami ha kipárolog a levegőbe, akkor például kaparni tudja az ember torkát. De úgy néz ki, mintha nagyon kérdezni akarna valami. Ja nem, csak mondani akartam, és amiben még nagyon kell vigyázni, az a halapenyó sípkosító. Igen, igen, valóban. Tudtam, hogy van valami. De az ajtóidat jól be tudod kerülni ennyi koromban. És az ajtó nem sziszek. Egyébként a sípkosítókkal egyébként is vigyázni kell, ami emberi használatra van, mert hogy általában szilikon alapúak. Hát a János maximum ajtót zsíroz vele, úgyhogy nem nyikorognak az ajtók, arra tökéletesen működik. Néhány zsalút bekem vele, meg az én koromban olyan sokáig már nincs meg. Meg a másik, hogy legutóbb is vett rendelt, és aztán bekente a hűtőajtót, de nagyon nyikorgott. Úgyhogy. Nem tudom, hogy visszatérhetek-e arra, hogy a nagy nyikorogtatás után, hogy a múltkori adás után nagyon sokan mondták azt, hogy jó, ők nagyon szívesen csinálnának maguknak akár otthon parfümöt, vagy bármilyen illatosító anyagot, mert ezeket egyébként könnyű megcsinálni. Csak hogy azok nem olyan tartósak. Na most tény és való így van, máskülönben nem hívnák valódi illóanyagnak. Ezek ugye elillannak. Ezeknek az a lényege, hogy belemennek a levegőbe, és egyszer csak eltűnnek. Most minden olyan illat, ami tartósan ott tud valaki maradni, az már tartalmaz valamilyen jellegű kémiai fixálót, vagyis valamilyen kémiai, most idézőjelben mondom, ragasztóanyagot, ami magát az illatminőséget odaragasztja az ember bőrére vagy a ruhájára. De lelkemre kötötték, hogy ezt tessék szépen adásba kipróbálni, mindenki fújjon egyet, és nézzétek meg, hogy a valódi illatoknak és a valódi illatokból készült parfümöknek is lehet olyan parfüm hatása, mert ugye ezért is panaszkodtak, hogy jó, de hát a kedvenc parfümét azt nem tudják produkálni valódi illatokból. Ami nem igaz, mert minden egyes szintetikus parfümnek egyszer valódi volt az eredetie. Tehát nagyon drága anyagokból egy orr kikeverte valódi illatokból, majd, hogy olcsó legyen, azt szépen szintetizálják azt a történetet. Miért választasz, János? Nagyon kíváncsi vagyok. Nem ki, mert alig hiányzik belőle, ez pont jó lesz a nővéremnek karácsonyra, a rót póló mellé. Egy krasszeves póló mellé. A cédrus meg a citrusos az egyébként nagyon pasis, de kint a lányok mondták, hogy ők még a vaníliát is simán el tudják pasin képzelni. Valami jó híred van, Vali? Csak hogy azért vidám a karácsony felé. Csak mégis egy karácsony felé, mert mindenki forintot kaparos. Egy rituális öngyilkosságot követel, hogy meghalunk az ünnepek alatt, mert megmérgezzük magunkat, bármit eszünk, iszunk, vagy fújunk magunkra. Egy rövid jó hírt mondj nekünk. Egy rövid jó hírem van. Az a jó hírem, hogy már a
kozmetikumgyártó cégek is kezdenek rájönni arra, hogy nagyon sok káros anyag van a termékeikben, és 2016-ban elég sok cég bejelentette, hogy bizonyos anyagokat le fog cserélni. Igen, ám, de ez azzal jár, hogy azok a termékeik, amiket lecserél, amiket legyártott belőlük, azokból most gyorsan karácsonyi csomagokat csinált. Ezt tehát nem szabad hagyni. Most akarják rágsózni a szemetet. Amikor ki vannak téve ezek a karácsonyi csomagok, ugye kedvezményes áron, szép neszeszerrel próbálják nekünk eladni, és tulajdonképpen az a termék van benne, amit be fog vonni jövőre, és új receptúrával készíti pontosan a káros anyag. És ha az se jön be, akkor még mindig ott vannak a fejlődő országok. Ez így van, ahova el lehet őket vinni. Ezeket. Jó, hát odafigyelünk, tényleg mindenki. Jó? Vali, nagyon-nagyon szépen köszönjük neked mindazt, amit hoztál, és mindazt, amit ebben az évben hozzátettél a tudatos gondolkodáshoz, a tudatos vásárláshoz. Mert hogy azért ezek fontos dolgok, óvatosabban az illó olajokkal, meg gyertyákkal, ami most nagy üzemben ég mindenkinél. És hát nem biztos, és hogy a világért se szopogassátok a PET palackokat, jó? Azt mondjuk, igen. A PET-et lehet. A PET-et az pont lehet. Na, egyes lehet. Ákos, dobjál be kettőt. Vali, puszilunk, békés ünnepet neked. Viszont. Köszönjük én szépen, hogy itt voltál. Én megméregmentes karácsonyt mindenkinek. Köszönjük. Sziasztok. Jó, ezt még nem hallottam. Méregmentes karácsony. Ez jó. Köszönjük szépen. 8:30 volt pontosan, 4 perccel. Ákos jön a legfrissebb hírekkel, mi pedig jövünk a hírek után. 3:49 múlt pontosan 2 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók, nem elfelejteni, van egy telefonszámunk, ami egyben SMS szám is, 1353, 250 forinttal segítitek az Ökumenikus Segélyszervezetet, és hát velük már hosszú-hosszú ideje dolgozunk, és minden évben nagyon sikeres az, amit ti adtok a segélyszervezetnek. Ugye itt nem csak egy tál melegételről van szó, de körülbelül ennyi 250 forint, hanem hát segítitek a segélyszervezet jövő évi munkáját, az ételosztástól kezdve, a szegények, a hiány szenvedők támogatásával esélyt kapnak az esélytelenek tényleg. És nagyon sok gyerekről van szó, nagyon sok családról van szó, ruhával, tűzifával, törődéssel tudjátok őket segíteni, leginkább 250 forinttal, ugye, ha hívjátok a 1353-as számot. Köszönöm. Jött újabb információ, a 1353-at csak a magyar szolgáltatótól lehet hívni, vagy azon keresztül, mert ők utalják a pénzt, a londoni tesók, így fogalmazott Kristóf, a honlapot keressék meg, ott lehet bankkártyával adakozni, vagy a haveroknak küldjenek egy SMS-t, hogy hívják a 1353-at. Igen, hát az a legjobb egyébként, igen, ha hazaszólnak a gyerekek 13, és 5 millió igen. Fölött vagyunk. Jó, jó, vagyunk. De jó. Alakulunk. Igen, igen. Na, tehát a 1353 jó, drága hallgatók, és hát tényleg próbáljunk segíteni. Ha valakinek nincs több jó cselekedete az évben, akkor ez is elég. Ez is elég, nyilván mindig lehet többet tenni, de az ember azt mondja, hogy én nekem most lehetőségem nincs, vagy éppen nem tudom, hogy kinek segítsek, vagy nem hiszem, hogy ha én segítek, az jó helyre megy, akkor ha ezzel most ő megnyugtatja a saját lelkiismeretét, segít egy picit és áldoz 250 forintot rájuk, akkor már egészen biztos, hogy egy kicsit az ember nyugodtabb lelkiismerettel üldögélhet a fa alatt, az ünnepi asztalnál, és mondhatja azt, hogy 250 forinttal, 500-zal, 1000 forinttal én is segítettem, tényleg hozzájárultok ahhoz, hogy valakinek egy kicsit szebb legyen majd a jövő éve. Neked lesz jobb, ha adsz. Igen, abszolút. Komolyan. Abszolút, így van, érdemes kipróbálni. Holnap mondjuk az összeget, hogy mennyi gyűlt össze. Jó? Úgyhogy 13:53. Sokkal fontosabb dolgok. Na. Nem, ennél semmi nem fontosabb, hülye vagyok, de van egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Nem tudunk vitatkozni veled. Én tudom, azért nem is adtam ennél nagyobb fontosabb lehetőséget. Nem, ez nagyon fontos, de van egy másik fontos dolog az életünkben. Igen. Hogy mi hogy lesz, miért nem gyújtasz már? Mi lesz ezzel a loboncos séróval? Várnom kell-e keddig? Mutasd, mennyi? Ilyen pénz nincs is, ne hülyéskedj, hagyjad meg. Na. Nem? Basszus, elmentünk megint egy cíbra. Akkor egy másik. Rágyújtasz? Nem? Tedd össze. Rágyújtasz? Na, hogy vedik el. Én rászoknék. Szerint egy nagyobb készpénzösszeggel próbáltam rágyújtásra bírni. 1000 forintosokra, hagyjad már. Na, igen. Hogy meddig kell várjak, hogy ezt az egy cigit még, ami nekem az életben hátra van, mert ahogy vele vágunk, biztos, hogy rá fogjuk nyújtani. De fogom szeretni. Én is. Ugye most arról beszélünk, hogy jövő hét kedden vagy holnap, mert hogy a Kolosi betelefonált. Van volt ugye egy felajánlás Kolosi Pétertől, hogy ő nagyon... Hámba támadott. Nagyon, nem, nekem ő barátom most már, hogy szerint, hogy ő nagyon szívesen látná azt, hogy szombat este a Got Talent-et úgy nézni. Én nem beszéltem, nem a Péter miatt, ez közügy.
minél több embernek kell látnia kell, ez közügy. Tehát, hogy vannak olyan emberek, akik mondjuk adott esetben sajnos valamilyen okból kifolyólag meg nem léptek rá a helyes útra, még az erő rossz oldalán tévelyeknek, nem minket hallgatlak most. Ezek az emberek is kíváncsiak lennének rá, szerintem, hogy hogy nézel ki. Ők nem értenék hirtelen. Jobb lehetőség erre. Ők nem értenék. Hogy mi történt, mert csak azért érti, aki összeköti a rádió műsort, a déli műsorra. Ki a sárta Dombival? Aki összeköti a rádió műsort. Úristen, gyerekek, vigyázzatok. Igen, meg. Megjött Zoli, adjunk meg Zoli, ez nem céges buli. Mi dolgozom. És én nem voltam a dolgozója. Belépett a gangsta közön, de nem céges buli. Jó, ennyit mondom. És ha emelem az öklöm, az csak azért van, hogy integetek. Hogy szeretünk. Úgy igen, próbálok neked köszönni. Próbálok neked köszönni. Megérkezett egy naksába, baseball sapkába, mint egy bandita. Jó, hogy nem baseball ütővel, hát. Jó, amit eszik-iszik, jobb, ne álljatok neki ellen, amit kér, jó? Alkoholos, a büfében nyissatok neki számlát, amit eszik-iszik, minden. És már mutogat a címlapra, igen. Jól van, Zolikám, 9 óra után várunk szeretettel. Jó? Addig ne ülj meg senkit. Jó, te nem mondd meg egy, hogy mit csinálja, jó? Mert rossz vége. Ha akarsz, akkor persze ülj meg valakit. Igen. 9 óra után, hogy elmondtuk, hogy Zoli lesz a vendég. Na, visszatérve, hogy mikor, hogy kedden igen. Vagy holnap? Ma mert ha le kell tolatni, akkor vagy holnap, vagy kedden az eredeti időpontban. Így van, de szerintem holnap. Ma este céges buliban vagyunk. Ma este céges buliban vagyunk. 8 körül beszivárgunk. Igen. Ugye 8-9. Tehát ha vágunk, akkor vagy holnap 8 után, vagy kedden. Vagy kedden. Meg fél részegen azért könnyebb lesz. Ja, Istenem. Az a baj, tudod, hogyha... Mi? Az a baj, hogy gyáva vagy, mondjuk ki. Meg tologatod magad előtt ezt a dolgot. Nem, én felkészültem a keddre lélekben. Felöltöztettem díszbe a kis lelkecskémet, és azt mondtam, kedden elbúcsúzom a hajamtól, és akkor letolatjuk egy centise. De most ki kell állnod emberek elé, ott ül a közönség, ott van 300 ember a stúdióban, ott állsz kopaszal, ami azt mondja, mesztelen ül, érted? Tehát, hogy egy kis kukidot pöndörödik, érted? Figyelj! És ott azt nem tudjuk, hogy ő, hogy pöndörödik. Hát nem pöndörödik, azért levetköznöd nem kell, csak letolatni a hajad. Puhaság azt mondani, hogy kedden? Igen, persze, az gyávaság. Így van, ahogy mondod. Igen, ezt igen? Mondom én így is. Van, így van. Nem az vagy. Élet kemény, én vagyok, Csicska? Egyértelmű. Nagyon jó. Így van. Minden szabad igaz. Tehát ha vágatunk, akkor holnap 8 után kéne bevállalni. Van még egy szerintem napot kigondolni a dolgot. Mert nem tudom, hát ha vágatunk, akkor ma már fodrász, tehát akkor már azt már le kell diszpózni, akkor ott már nincs mese. Hívjuk ide, nem, jön kétszer. Most tényleg eljött az igazság pillanata, most kiderül, hogy tényleg az agyadért szeretnek az emberek, vagy az image, a stílus, a stylist, a fodrász munkája. Ne, értem, a dumádra figyeljenek oda, ne arra, hogy milyen bogja ül a fejeden. És ha esetleg azt mondom, hogy oké, holnap, akkor addig nem mutatjuk meg senkinek, és akkor szombat este. És akkor hétfőn teszünk majd fölfotót, mert akkor azt én úgy csinálnám. Tehát akkor igen. Megtörténik így, de nem mutatjuk meg, nem teszünk föl fotót Facebookra se, hanem akkor szombat, majd hétfőn. Hát ne felejtsük el, az, hogy nem akarjuk megfosztani az élménytől azokat, akik nincsen adott esetben Facebook oldaluk, vagy nincsen internetük. Viszont tévéje mindenkinek van. Így van. Nem rakunk föl. Persze, holnap levágjuk, és várja meg mindenki a szombat estét. Ennyi. Mit szoktam én mondani? Hogy az élet kemény, te meg Csicska vagy. Nem az élet kemény, te vagy Csicska. Így van. Ugye? Ja. Hát köpjen arcom magam. Csicska leszel, vagy nem leszel Csicska? Csicska leszel, vagy nem leszel Csicska? Van benne, még látom, Feri, maradt még benned rossz. Jól van, örülök. Nem álltál még át az előny oldalát teljesen. Van még benned valami rosszot legbelül. Emberkedtünk a fogadásnál, arcoskodtunk, érted? Már abból is engedtünk a nullásból is, már ott tartunk, hogy egy centi. Egy centi, hát az majdnem kopasz. Nem, az nem kopasz, az aha, egy centis hát... haj. A kopasz, igen. Most olyan is se kopasz például. Tessék, nem borotválkozott most egy hete. Kis herkent. Levágom holnap. Ez az! Levágom. Nem az élet kemény. Én lennék Csicska, ha nem tenném meg. Levágom. Jó, majd hiszem, ha látom, tehát, hogy én nagyon jó. Hiszek benned, így van, de majd holnap. 8-ra szóljatok egy fodrásznak. Jöjjön ide. A hajas nem lehet, vele problémáim vannak, igen. Ezt elmondtam. Elsütött néhány zsidró viccet. És zsidró lehet? A zsidró lehet a hajas, én tudom, egytársaságban voltam vele, nem. Ha aki zsidró vicceket süt el, az az. Lehet a Laci is, bárki. Gyerekek, jó, legyen. De akkor... Senkinek sehol. Csak szombaton. Sapkában. Vagy sapka nélkül. Oké? Okay? Mm-hmm. És akkor holnap hozol sapkát, hogy úgy menj ki hát, a stúdióba? Hát konkrétan majd kikullogok így. Ja, de jó lesz. Sisakban?
Vagy visszahúzott rá a bőrt? Jó, oké. A fogadás az fogadás. Persze. Ma még van egy céges buli. Tehát ha ma rágyújtasz, akkor megúszod. Vagy lefogunk, cigit teszünk a szádba, vagy begyinázunk, elvágódszott a céges buli közepén, és a küszöbön úgy húzunk át, hogy cigi van a szádba, és lefotózzunk, nem vágatok hajat. De ha nem gyújtasz rá, és ma kibírod, holnap letolatom. 8 óra után. Istenem, állom a fogadást. Én ebbe belemegyek. Tehát azért a céges bulin bármi megtörténhet. Tudod, hogy azon leszek, hogy lesz egy doboz szimfi a zsebembe, és amikor egy kicsit kihagyod, csak nyitja a száját, bedobom a szájába, és lefotózom azonnal. Gyújtott cigit fogok a szájába dobni messziről. Amikor rajongás közben majd a Skybarnak a korlátján átesik. Ez a beszél. Jó, legyen. Na. Legyen így. Rettegek, gyerekek. Nagyon rettegek. De mitől? Mert az a baj, van egy forgó. Fogsz? Igen, van itt hátul egy forgó. A forgó röviden úgy néz ki, mint a horpadás lenne a fejeden, a lámpánál megvilágítva, mintha meglékelték volna a koponyát. A forgó lesz a legkisebb bajot holnap, majd meglátod, mert előről milyen szarú fogsz. De most horpadás vagy udor? Nem, ha forgód van, ha azt lenyírod rövidre, fél centis, egy centis, akkor az úgy néz ki, mintha be lenne horpadva a fejed, mert a forgódnál kevesebb hajad, kvázi, mint a horpadásod lenne, érted? Tehát a komoly forgók vannak a fejedben, azt nem szabad rövidre vágni. Az nem áll jól, mert mint egy dínya, amit meglékeltek. Látod már Viki ilyen rövid haja? Ő azt mondta, hogy nem merd megtenni. Tehát ő ezt írta nekem, Sezső, hogy nem merd megtenni. És azóta kitart ez mondjuk a véleménye mellett. Mondjuk igazából az egész sztoriban számomra ez az egyetlen komoly ellenérve. Én hiszek az ő értékéletében, az első esemény az volt, hogy nem merd megtenni. Ebből éreztem, hogy nem biztos, hogy jó ezzel belemenni egy ilyen fogadásba, az ember ezt így könnyelműen kijelent, hogy levágatom, Feri úgyis rágyújtasz. Rohadtul nem gyújtott rá. Tehát... De nem most lesz baj, amikor azt mondja, nem most lesz baj, hanem amikor bőhet, az én feleségem, ugye? Abszolút velem már nem éltek együtt. Nem most lesz baj, hanem amikor az egy centi elkezd minden irányba nőni. Jó, holnap 8 óra. Holnap 8 óra. Jó. Mit fogsz kitalálni addig még? Nem jövök be. Ja, igen, sajnos. Baleset, lerobbant az autóm, és hajnos itt lennék. Sziasztok, srácok! Tegnap teljesen kikészültek, nem tudok sajnos bemenni. Hívjátok. Igen, hívjátok DJ Dominiket. Küldjön egy vagony kobakkendőt. Ja, de. Egy kamionnyi kobakkendőt küldjön. Jó? A fogadás. Hozzuk előre, benne vagyok. Nincs más. Ebből kiátrálni. Gyávaság lenne. Istenem, de jó. 24 óra és újra dohányzom. Na, ha viszont még úgy kell bemennem a talentra, hogy még el is szívod a cigidet, a totális megsemmisülés. Nem még lesz úgyse. Micsoda, ott RTL-ben is bemegyek. Ahogy a beköszínél ott fogsz ülni az első sorban. Egy ilyen óriási szivarral, tudod, Atyaisten. Na, jól van. Oké. Legyen így. Megmutatjuk a hármasugrást, jó? Remélem minden fodrás. Az benne van, ezt érzed, hogy ez az utolsó hosszú hajú hármasugrásod? Holnap 3-4-9-kor már nagyon csúnya leszek. Utoljára mutatod meg a beuglott hosszú hajjal. Hát azért egyszer csak visszanő. Azért egyszer csak visszanő, bár a Jani azt mondja, hogy nem, lehet, hogy nem nő vissza. Simán benne van a pakliban. Ne, ja! Ja, bocs, nem, biztos, hogy visszanő. Biztos, hogy visszanő. Nem baj. Na jó, gondolj arra, hogy egyetlen ember úgyis van az édesanyád, akinek mindig szép leszel. Gyerekek, szép bárki lehet. Kiállni ennyi emberrel rondán, az a teljesítmény. Látod? Na, ha az tessék. A teljesítmény rondának, rondán kiállni, gyerekek. Na jó van. Mutatjuk, mi a beugró. Ez a beugró a hármas ugráshoz. Figyeljen mindenki. Igen. Ezt a szigort szeretem. Ez a játék erről szól. Ilyen már meg volt. Már nem? Meg is volt, igen. Küldjetek 2 darab előadót, vagy 2 darab dalcímet, mi pedig jövünk majd a játékkal, és megérkezett hozzánk Gangsta Zoli, úgyhogy hát szerintem már nincs olyan ember, aki ne tudná, hogy mi történt vele. Nemrég bepöccent egy ember egy céges bulin, és picit álcsúcson igazította, és hát ezen eseményt fogjuk megbeszélni, mi történt ott, mi történt azóta, mit tud emberünkről. Szóval Zoli elmeséli a történteket egészen pontosan. Zoli vidám, ezek szerint felfüggesztett. 9 óra van, jövünk Ákos írei után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, pontosan 14 perccel. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk a Klasszon. És folytatjuk.
Kérlek szépen, én a legnagyobb tisztelettel beszélek a feleségedről minden egyes megszólásban, de hogy valaki vigye el a Wikit, gyerekek, mert egy órája pörög egy ilyen parfümkészlettel, és mindenkit lefújja ki, igen, arra a jár. A következő az lesz, hogy fie, hazavinném a Janit, mert fújkálnak rá, ezt is szagolgatnak. Ja, ugye? Na, rajtad milyen? Vali hozott egy-két ilyen kis illatmintát, parfümöt, férfi, női, természetes, biót, mindenféle tartósítószer, meg minden nélkül, és hát add nekem, becsomagolom, és megvan a karjaid. Én nem tudtam ennyire boldogát tenni évek alatt, úgyhogy igazából tereld el a figyelmét, ellopom, karira megkapja. Ez a baj, hogy én is erre, hogy hívják, voltam, erre brazíroztam, hogy hát ha esetleg majd azt tudom mondani, mert tényleg nővéremnek, mert spórolni kell, mert Móni ellipszis trénert kért ezt a család többi tagjának, szerintem nem jó most annyira, de mindegy, hát majd csak találok volna itt hátul a szerkesztőségben. Én ótszón eladok neked egyet, mert Viki nem használja miénket, úgyhogy... Kiváló. Jó állapotban van? Nagyon. Kis nincs csomagban. Egyszer ránézett, egyszer állt. Illetve egyszer én egy fél órát szórakoztam vele, hogy megnézzem, hogy ez mennyire komoly. Majd azt mondom, hogy kipróbáltam a márka a szaküzletben. Ennyi. Egyszer használatos. A nagy baj lesz ez a 86-os főúton, Vámos család és Répcsela között, félpályás utcár, de egész lesz. Tréleres kisbusz versus teherautó. Jézus várja, Jósi küldte nekünk. Egervár Bertületén trafi, Amper Peti küldte nekünk, valamint a 21-es főúton Bátony terenye és Kis terenye között szintén trafi van. Balé, a mozi egyem szombatesen 8-a szól, de lehet lecserélem, hogy lássam a kopasz fejedet élőben. Szombatesére vagy egyem a Star Wars-szal. Már elgondolkoztam, hogy lehet, hogy a Gattalentet kéne nézni. Okay. Feri, a Feri szemüvegét lopd el, majd egy cigit festetek be kolbász színűre. Arra biztos ráharap. És már is készülhet Feriről a fotó a céges bulin. Hát igen, ma a céges bulink van. Nem fogom, igen, magam hagyni. Figyelj, és most két dolgot szerettem volna mondani. Az egyik az, hogy azt írja az egyik kedves hallgatónk, hogy azt mondtuk, hogy 9-re jövünk, te pedig 8-ra akarod levágatni. Nem, akkor jöjjön 8-ra. Nem vagyok annyira következetes. Kicsit kibúvó volt. Pici ellentmondást érzek. Jó, két hát információ mondtam, közt. De megbeszéltük, hogy 9-re jöjjünk, úgyhogy sajnos nem tudtuk levágni. Nem, jöjjön, jó, pihenjünk egy kicsit a céges buli után, 8-ra jöjjünk be. Ennyit megérdemlünk, mindenki pihen a céges buli után, mindenki kicsit jól érzi magát, mi se nyissunk, ezt a hallgatók is szerintem megértik, drágák vagytok ti is, biztos mentek céges bulira. Kicsit később kezdünk, és akkor 8-tól már üzembe, üzemi hőmérsékletre állítva magunkat, akkor túlesünk a dolgon. És az előzmények tükrében, de tényleg nagyon komoly mondom, az előzmények tükrében én nem gondoltam volna, hogy ezt fogom mondani, de nézni fogom a Gattalentnek a döntőjét, mert nagyon kíváncsi vagyok arra a pillanatra, amikor majd ott állsz te, és a versmondó kislány, mint a műsor két legsúlyosabb pillanata, és arra vártok, hogy ki lesz a győztes. És meg vagy hétfőn például kitelepülésünk lesz, és te ott fogsz ülni a több száz ember. Ez még mindig nincs meg. Ebben még mindig nem készültem. Ebben még nem merek belegondolni. Hétfőn ugye megyünk a Polus Center elé, ugye az utolsó éves kitelepülésre. Most megkérdezik, hogy ki a kivattázott bográccsal a fejnök hátra, az ki ott, a zabalás. Látom a Janit, Ferit és az a disperzítés, hogy Balit, nagyon jó. Aha, ő a Bari, nagyon jó, tényleg jó, tényleg megérte. A hülye, tudod, a barom, az állat. Na, gyerekek, rendesedjünk el, több komolyságot, kezeket a hátak mögé, senki nem integet, jó, nem hadonászunk, semmi nincs. Már még nem vagy adásban. Gangsta Zoli megérkezett hozzánk. Zoli, hello, ciao, már ott vagy, hello. Sziasztok! Jó reggelt! Hello, hello. Szeretettel és tisztelettel, béke testvéreik. Hello, hello. Itt van velünk. Peace. Gangsta Hopkins. Peace. A tuskó helyett ottad. Nem, a Bernard. Persze. Annyi, hogy ez is egy cég, csak ez most nem egy céges buli. Tehát mi még dolgozunk. Tehát nem kell ezt felfújni, ez egyszeri eset. Tehát egyszer volt Budán kutyavásár. De akkor nagyon. Figyelj, a következő évre rendezted a sorokat. Tehát most picit úgy, majd akik az első sorban állnak, tudják, hogy jó, mit, hogy s miért, érted? Hidd el, nem ez volt a célom. Na, de ne rohanjunk ennyire előre. Kérlek tisztelettel, vezess föl, légy szíves, ahogy te azt tudod. Beszélünk magáról a történetről is. De akkor indítsuk kronológiailag sorrendben, hogy jó, hogy történt, mi történt. Milyen cég volt? Azt tudhatjuk, hogy milyen hát céges szabad ezt mondani? Ez nem a Duvenbeck volt, kérlek szépen, egy logisztikai cég, a logisztikai cég. Valami... Csak hogy értsük az ott dolgozók mentalitását, hozzáállását, esetleges kirohanását. Ugyanolyan, mint máshol egy céges bulin, okosra iszák magukat néhányan, mert különben a többiek, tehát például mondta nekem valaki, hogy itt nagyon kulturált emberek szórakoztak velünk egyetemben. Igen, nem szabad még azonosítani. Mi is kulturáltak voltunk, igen, hiába mosolyog a János. Igen. Egyedül egy úrra nem sikerült kulturálásra szórakozni, de ez is megérthető, mert ő annyira ünnepelte ezt a címet, amit ott kapott, ugye az év dolgozója, hogy valószínűleg okosabbra itta magát a kelleténél. De ez sem baj,
Csak aztán ugye volt a koncert, ami nagyon jól sikerült, és tényleg mindenki jól érezte magát, óriási, előre jött az, mindenki fölállt az asztaloktól, előre rendes koncerthangulat, és akkor jött ez a srác, és végig, anyád, köcsög. Tehát úgy kell elképzelni, hogy te álltok a színpadon, mint céges buli, ugyanúgy építenek nektek egy kis színpadot, állnak. Nem is kicsit, igen. Nem is kicsit, igen. Nagyon. És van egy kordon, egy nem volt semmi kordon, nem szokott erre szükség lenni. Aha. De tényleg 20 éve működik a zenekar, és hogyha volt három balhénk ilyen jellegű, akkor sokat mondok. Tehát az az egy gengszterebb zenekar életében 20 év alatt három balhé, az nem olyan sok. És igen, egyik se volt lövöldözés. Tehát igen, semmi. Ez tulajdonképpen semminek tudható be. A Gyöngyösire emlékszem, igen. Igen. És az 90-es évek végén. Igen. És abból vesztesen jöttünk ki. Ott menekültetek, igen. Hát ott kellett, hogy beengedő ellen, azért az nem annyira. Kemény volt, arra emlékszem. Igen, igen, igen. Meg volt az a nagyon véres dulakodás, ott az aranyalkony idősek otthonában szombat. Amikor nem bezárultunk egy fél idősek otthon. Igen, azt szégyeljük is. Mondjuk el csak a cég védelmében, hogy ezt sosem szabad átásítani, mert hogy sajnos majdnem minden munkahelyen van egy magát okossa ivó, de hogy ez soha nem kép arról az ott dolgozókról, bocsánat, soha nem szabad. Nagyon kedvesek voltak, amikor megérkeztünk, be volt éve konzolos játék az öltözőnkbe, tehát olyan VIP room volt kialakítva nekünk, egyből focizás, leültünk Kovács Dávid basszusgitáros kollégámmal, rögtön agyonvert ki egyszer fociba, akkor egy picit lehet, hogy ő paprikázott föl egy picit. Tehát ott játék volt, kajapia, minden, amit akarsz, és nagyon kedvesek voltak. Tehát mindenki máshol csak jó, csak szuperlatívuszokban tudok beszélni a cégről, és nem azért, mert szeretnénk jövőre is menni. Igen. De nyilván szeretnénk. És akkor elkezdődött a koncert, előttünk egyébként Tóth Gabi játszott, előtte meg Kis Ádám, aki kiváló barátunk. Ő már egy néhány tréfát csinált is ebből az esetben, hogy új álcsúcs született Kecskeméten, tehát egy hülyeséget írt föl, de ez nem baj, ő neki ez a dolga, mert humorista. És akkor ment a koncert, ez a srácot mutogatott, köcsögözött, anyázott, rám dobott, egy bőrdzsekivel megdobott, tehát nem egy pohárra vagy üvege, bőrdzsekivel megdobott. Nem vette a kabátját és hozzád vágta? Hát nem tudom, hogy az ő kabátja volt-e, de hozzám vágott egy bőrdzsekit, azt így visszadobtam rá direkt, úgyhogy a fejére ráboruljon. Akkor a Laci egy picit nevetgélte, tehát a koncert közben, hogy olyan bután nézek, így ilyen Jackie-vel levolt borítva. Ilyenkor egyébként, ha valaki integet vagy bemutat, nyilván az ütés az egy utolsó stádium, és nem is fordul elő sokszor. Nem szabad. De oda szólsz, mondod neki, tesó, nyugi, igen, lereagálod, igen, vagy úgy csinálsz, mint ahogy se lenne, az úgy csinál, mint ahogy se lenne, az béna, mert azt Kocsi Zoltán zongoraművész úgy csinál, de nálunk ez egy másik műfaj. Tehát ez, még egyszer mondom, ezt úgy hívják, hogy gangster, tehát reagálunk el az ilyen. Aha. Ilyen jellegű provokációra. Nem úgy, hogy bántalmazom, bár a La Coca Nostra nevű egyik kedvenc zenekar, ami Everlast van benne, ugye a House of Pain-ből. Ő a hajón, kérlek szépen, az első sorban lévő rajongókat, véletlen rálöttyintett egy sört, az fejbe rúgta. Ebből érdekes módon nem lett semmilyen ügy. Én nem így reagáltam, nem csak annyit, hogy öreg, álljál már le, nem vagy vicces, és nem akarod, hogy lemenjek én oda. Gyere le, köcsök! De hogy akarod te azt, és folytattuk tovább. Csak addig nyomta, mondtam, lemegyek már egy pillanatra, tesó, egy kettő szót váltsunk. És ez hiba volt. Két között ilyenkor? Nem, vége volt a koncertnek. Vége volt a koncertnek. Lement az egész buli, ráadás, meghajlás, óriási, tényleg nagyon-nagyon tetszett az embereknek, nagyon királyság volt. Oldalt lementem, és oda mentem a sászhoz, megfogtam a tarkóját, hogy figyelj, tesó, hagyd már ezt abban, mert annyira kellemetlen, hogy froszlizol minket, nagyon rosszul esik, meg kell mondjam. És erre ez volt a válasz, te fogsz engem megverni. Csak azt mondta, hogy... Makonya részeg volt? Igen, láttad? Nem makonya, mert általában, csak azért erősen italos állapotban, és akkor én azt mondtam, hogy dehogy akarod te azt, hogy én megverjek, meg nem is akarlak. Megfordultam, és elindultam az öltözőbe, és akkor egy ilyen öklös gerincre. Tehát hátat fordítottál neki, és hátulról támadottál. Hát azért nem adhatok egy puszit. Ököllel gerincen vágod? Tehát arra nem adhatok egy puszit, akkor én fordulásból egyet kaszáltam a levegőbe. Sportértéke kiváló volt az ütésnek, azt kell mondjam. Tehát csillagos ötösnek hívnák. Például Szántolcsi bácsi azt mondta, hogy nagyon jó, ezzel a balorokkal magyar Zoli nagyon-nagyon oda vágott ezzel a balorokkal. De viszont itt ebben a szituációban szerencsétlennek nevezik az ütést, mert szegény nagyon megsérült, és ezt nagyon sajnálom. És az nagyon bánt, hogy utána én kitettem egy posztot a Facebookra, és idéztem itt tréfásan egy filmből, ugye a Bluffből. És erre mit vett le? Milyen akciót, reakciót? A Magyar Narancs nagyon szimpatikus. Gangsta még büszke is arra, hogy összetört egy néző állkapcsán. Yeah. Na várjál csak, hogy menjünk sorba. Te ott, amikor megütötted, azután te tudtad, hogy mi történt vele? Vagy leütötted, mentél tovább, és fölmentél a vibbe, vagy valahol. Nem esett össze. Nem esett össze. Meg tántorodott, és még egyet rám mozdult, és akkor már csak én megállítom, ne, szerintem ezt hagyjuk itt. Tehát ő utána megpróbált még egyszer megütni. Igen. Uh-huh. És aztán utána rájött, hogy hoppá, már nincs arcom. Tehát de ott nem érzett, nem dőlt, nem látta semmit. Meg fölmentem a lépcsőn, és
itt vége volt, jött a főnök, elnézést kért, hogy láttam, mi történt, bocsánat. Jó, hol vannak ilyenkor a biztonságiak? Hol vannak ilyenkor az, akinek az a dolga, hogy biztosítsa a koncertet, az előadót? Máshol voltak. Máshol voltak. Máshol voltak. Tehát voltak ott, csak máshol. Máshol voltak ők éppen. Nem voltak ott, drága vágó úr. Máshol a szemük a koncerten volt, csak távolról. Aha. Igen, 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 szemlétik, és utána megdicsértek, hogy jó volt a balhorog. Tényleg, tényleg, tényleg voltak a biztonságőrök, hogy jó volt a balhorog? Mondom, semmi gond, csak de én nem akartam én ezt így, hogy ennek így legyen vége ennek a koncertnek, és az is ferdítés volt az újságokban, hogy ki kellett menekíteni a zenekart, mert olyan. Ezt olvastuk utána. Órát ott még beszélgettünk a főnökkel, a rajongókkal fotózkodtunk, a munkatársaival, a Sásznak, és utána kimentünk nyugodtan a buszunkhoz, és szépen indultunk. Semmilyen menekülés és menekítésről szó nem volt. Tehát ezt Mihály, az olvasó riporter, akinek nagyon köszönöm 10 000-ért, hogy egy ilyen teljesen fantasztikus hiteles sztorit, azért a... Gondolod, de mennyibe volt ő valójában Mihály, és valójában olvasó riporteri? Tehát ha nem lennék már zenbutista azóta, akkor azért a jobbost megkínálnám neki, de nem fogom, mert nyilván nem szabad, mert erőszakra nem szabad büszkéknek lennünk, és nem is szabad ilyet csinálni, de viszont hátulról megtámadni valakit szerintem az sem illik, én azt gondolom. És akkor honnan tudtad, hogy bajban vagy? Mikor realizáltad először, hogy a Pali nincs jobb bőrben? Utána mondták neked? Följött a főnök, hogy te miért ütötted nagyon az év dolgozóját? Hát mondom, nem látod, mit? Látod, hogy kötődsz, elnézést, hogy olyan gyökér volt, utána jöttek a többiek, mondták, hogy mi történt, akkor a főnök azt mondta, hogy hát akkor bocsánatot kérek, elnézést, de hát azt tudod, hogy ki van a rohanmentő, mondom, kicsoda. És akkor mondták, hogy tehát eltört az állkapcsolat. Mondom, hogy Jézus, és tényleg nem akartam neki sérülést okozni, meg nem gondoltam, hogy ez ekkora volt az ütés. És ott voltatok őt elvitték? Úgyhogy ezen a fórumon én elnézést kérek a Sásztól, attól függetlenül azt fenntartom, hogy azért, hogy hátulról, akármilyen italos állapotban hátulról megtámadni valakit nem illik, és akkor számítani kell bizonyos reakcióra. Úgy gondolom, hogy ez teljesen jogos. És, de viszont én komolyan mondom, hogy akár egy gesztust is tennék felé, hogy érezze azt, hogy én nem vagyok, így akartam. Nem így akartam, és nem haragszom rá. Tehát, sőt, hát neki elég kellemetlenség az, hogy ő kórházba töltötte azt a hetet, meg kellett műteni az állát. Bocsánat. De azt hallottuk, hogy egyébként az első SMS-t a Rékasi Karcsitól kapta, hogy tudom, mit érzel. Bűje marha. és látásul az is balhorog volt. Érdekes, hogy az erősebbet még elősebbet. Igen, annak helyében nem lennék, akinek tartogatod a jobban. Ha nem üt meg hátulról, nem üt meg. Semmilyen probléma nincs. Hát, amikor már szembe voltam vele, és még egyszer rám mozdultam, már nem ütöttem, hanem mondtam, megfogtam tenyérrel, megállítottam, hogy ne. És fölmentem. Hogy ne kezdjük tudtam, el, hogy ne folytassam. Mindenre van szükségem, csak arra, hogy egy verekedésbe keveredjek egy céges bulin. Hát ez mire jó nekem az? Nem vagyok hülye. Tehát, hogyha egy ösztönös reakció az, hogyha hátulról megtámadnak, nyilván valamivel próbálsz védekezni. Én így tudtam, hogy hátra kaszáltam egyet. Csak túl jól, vagy túl rosszul sikerült, ahogy nézzük. Most a rendőrségi ügy van a dologban? Rendőrség. Én tegnap voltam kihallgatáson, egyébként nagyon kedvesek voltak ott velem a kecskeméti rendőrségen, és ott kiderült, hogy a kecskeméti szemtanúk, akik az embernek gondolom a munkatársai, ott mindenki azt vallotta, amit én is. Tehát ugyan a sztori abszolút, tehát nincs kérdés az ügyben. Reméljük, hogy nem tudni, hogy mi lesz a vége. Ha őket először azon gondolkozom, akkor ez nem súlyos testi sértés, hanem jogos védelem. Nem? Én azt gondolom, hogy ennek kell megállnia. Lehet, hogy még bírósági ügy sem lesz belőle, nem tudom. Tehát hogy közvetítő úgy, nem tudom, mi ő lesz. Most feljelentést tett egyébként? Nem, szerintem a mentőorvosnak kell hivatalból feljelentést tenni ilyenkor, én úgy tudom. Azt lehetett olvasni bulvár újságban, aztán kiderült, hogy ez nem feltétlen ő mondta, vagy a szájába adták, nem tudom, hogy ő azt mondta, hogy jogos volt, megérdemeltem. Azt valóban ő mondta, nem vagy tudom. Azt valaki a szájába adta? Nem tudom, mert én nem tudtam beszélni vele, bár majd én megpróbálok majd kapcsolatba lépni vele, ezt halál komolyan mondom. Én ezt felszeretnék ajánlani neki, most komolyan ez hülye hangzik. Két kárterjegyet a 9. bulira. Ez komolyan. Január 9-én bulira. Hát nem, most komolyan. Hát, most én mit tudok felajánlani, hogy vegyek neki egy tortát? Három tejfogat, amit még anyádra rakott. Rácsálni valót, vagy érted? Egy csomag Tesco szívószálat. Hát ne, azt ne, rácsálni valót. Most érted? Én egy koncertjegyet vagy kettőt felajánlok neki a VIP-ba. Itt a gesztus a lényeg nyilván, persze. Csak ne fussunk össze, a VIP-t koncertjegyet felajánlok neki a január 9-én a nagy bulinkra. Érted? Már úgyis alig van máj egy, aztán érted? Én még tudok szerezni. És az Electro World-be egy leértékelt Turmix gépet nyilván. Egy NDK-st. Egy NDK-st. Ügyészítésre jó lesz. Gyerekek, ez a helyzet. Én azt is elmondtam, mert másféleképpen vélekedtünk az ügyedről. Én azt mondtam, hogy ha nem ütött először, szerintem akkor tudni kell egy előadónak kezelni. Ha ütött, elfordultál, és nyakon vert, rád vert, ököllel, akkor igenis az embernek joga van megvédeni magát. Szerintem egy előadónak törekedni kell arra, hogy a lehető legvégig húzza és elviselje bizonyos dolgokat. A verbális támadás minden további nélkül, de ha fizikai támadás de azt van, és ő megütött, akkor viszont joga van.
mint ahogy kell. Neked jogod van, úgy mindenkinek joga van védekezni. Igen, Ferenc is ugyanezt mondta, hallottam. És János, nem hiszek az erőszakban. János, nem tudom. Igen, és szeretnék vele beszélgetni az adás után. A tiéd lesz a jobb, Kint van egy nagyobb tér, ott szerintem elférünk. Én azt mondtam akkor is, hogy én tudom, hogy Zoli ugye rock közegből jön, naponta előfordul mindenféle koncerten, mindenféle atrocitás, érted? És 20 év alatt háromszor kerültünk ilyen helyzetbe, tehát akkor azt mutatja, hogy nem mi keressük a bajt, nem, én azt gondolom. Nem, de hogy nyilván ezt is kezelni kell tudni valamilyen persze szinten. Hát a punkkoncertekről meg ne is beszéljünk, mert ott az előadót és ez az egy gyakorlatilag nincs is koncertköpködés nélkül. Itt szerintem az ütésen van a hangsúly, egyikünk sem hisz az erőszakban, ha megütnek, akkor arra egyszerűen muszáj, meg kell válaszolni, nem vagy hülye, hogy hagyod, hogy hátulról ököl el valaki nyakon, mert én is azt mondta, hogy tesó, ez kicsit fájt, akkor megyek kiszommal. Akkor adj egy puszit. Ha nem üt meg és nem bánt, akkor azt mindannyiunknak el kell tudni kezelni, viselni, tehát ez egyértelmű. De figyelj, ez az első reakció volt, elfordultam, hogy nem akarlak én. És akkor legyen itt vége. Akkor arra fel vagy most készülve, hogy a következő Kártel koncerten, illetve koncerteken az lesz majd, hogy itt az első sor az gyakorlatilag egy oldalra tolódik majd a Laca elé, előtte pedig egy hatalmas lúk lesz. Előtte pedig csak kickbox bajnokok. Illetve kérdezik Facebookon, láthatom, hogy sok hallgató kérdezi, hogy milyen lesz a következő Kártel buli, ütős buli lesz? Mindenképpen. Na, most mit mond a rendőrség, hogy megáll a jogosvédelem? Tehát, nem mondtak semmit. Nem mondtak egy semmit, nyomozás zajlik. Én sem tudok semmit mondani. Reméljük, hogy az igazság kiderül, de valószínűleg így is lesz, mert mondom, egybevágnak a vallomások, tehát nem nagyon van kérdés az ügyben. Én ezt szoktam mondani, tudod, nem az életkemény, te vagy csicska, ezt szívesen használnátok neked is, ez az én mondásom, nem az életkemény, te vagy csicska. Ha igen, megütnek, és ezt akkor gondolom, nem rám gondolsz, mert elkezdődik ránk a bal szemem. Én azt mondom csak, hogy igen, minden akciót reakció követ, ebben lemegyünk bele. Szerintem lépünk túl, én itt állatok elmondani, én ezt mondtam, hogy én a Balázséknál ezt el fogom mondani, hogy mi történt, és innentől kezdve én ezzel nem szeretnék foglalkozni. Tényleg ne ez legyen már a téma, és ezt nagyon sajnálom, hogy a bulvár egyből ezt kapja föl. De ha csinálunk egy új dalt, megjelenik egy könyvem, van egy nagy koncertünk, a kutyát nem érdekli, illetve hál' Istennek a rajongókat igen, de hogy egy arról írat négy cikket, az nagyon hátul kapok egy ekkora kis izét. Ez rögtön címlapon. Mihály az olvasó riporterünk. Köszi, Misi. Gondold, de mennyire volt ő valójában olvasó riporter? 10 000 Júdás! 30 ezüstért el! Ők mindazok 10 000-ért. Abszolút. Legközelebb viszont, ha ilyen van, akkor mindig úgy állj, hogy az új könyved, az önéletrajz, az ugye kezedben igen van, tudod, és igen, úgy csak is. Úgy, mert akkor a Mihály lefotózak. Megjelent! Ilyenkor vajon a bíróságon újra el kell játszani, tehát rekonstruálni kell a jelenetet, hogy ott van a sértet, ott van a vádlott, és eljátszátok újra? Tehát lesz egy ilyen dolog, hogy szerintem, ott áll, hogy történt, megkopogtak. Nem, ez az érdeklődés hiánya miatt el fog maradni, elmarad? Főleg a sértet részéről szerintem. Tehát csak kérdezem, hogy van-e nem, erre mindig van egy ügyvédbojtárs. Ezért most nincs elő, vissza. Nem, sose értettem azt az embertípust, aki oké, hogy berúg, oké, hogy részeg, én nagyon szeretem azt, aki vidám lesz, aki jókedve, aki mindenkitől elég. Igen, többféle de van. Ez a felemberesedek, bajom van, és a saját nyomorúságomat, frusztrációmat rávetítem az előadóra, felbátorodok két konyaktól és három unikumtól, és rohadt kemény leszek, ezt nem értem soha. Tehát soha egyre nem szimpatikus, hogy nem a tódod, támadta meg, hanem ez vajon miért van? Igen. Ezt magyarázzátok meg. Hogy a szendebb, tehát amit sugárzok, hát miért? Igen, mert addigra még nem volt elég részeg a Tóth Gabi. Tehát így megyünk fel a színpadon. Olyan volt, hogy Zoli, hogy azóta mondjuk, hogy Feri adtál éjjel kettőkor, mert azt a hangot hallottad, hogy valami mögötted becsukodik, és azt mondja valaki, hogy Zolika, felső ágy. Ez mit csinálsz? Én masszív alsó ágy. Ja, hogy Zolika felső jó most esetleg, igen. Azért meg kell küzdeni. Igen, van egy kis málna szörpöm, Zolikám, ha te leszel a csaj. Ilyen félelmem sosem. Mert ezek, akik ezt mondják, azok mind a barátok. Így van. Na, mert ők nem Velhelót hallgat. Hát nem annyira. Bár a Velhelóval kiváló kapcsolatot ápolunk, Diazzal és Fluor Tomival is nagyon jó bajunk. Ezt most halálkomolyan mondom. Tehát jó barátaink. Hoztál egy könyvet. Ez egy kiváló kis mű. Igen. Annyi, hogy láttam, hogy low budget van, mert hármunknak egyet, de majd körbe adjunk, nem baj. Most akartam, hogy még miért megfoszízol. Azonnal rám marok, tudod. Elindul a kis játékos. Jó. Olyan szörnyű, hogy ezt most rám sütöttek, olyan szörnyű, akarsz egy balos bacsra. Értem én a viccet, de úgy szenvedek ettől a képtől, amit most rám jöttek ki, ezt egy rohadt megpapot. Tudod, hogy... Igen. Na, hogy hoztál egy könyvet? És azért hoztam egyet, mert a kiadóba akartam bemenni, hogy gyerekek, vinnék eladni is koncertre, mert hogy megyünk ide-oda, és hogy kéne, mert megyek a...
Hát nincs egy sem a raktár, mert mindent kiterítettük, és tényleg úgy megy, hogy kiterítették az összeset a boltokba, következő izében... Ne reménykedj, azért ezt Tesco-ba bizonyban, ezt januárban visszaküldik, tehát hogy azért ez még azért... Nem kell reménykedni, mert úgy viszik, hogy a cukrot, édesapa. De azért még azért ne egy ámad januárban, amikor a Tesco felé visszaküldik. Kígyóznak a sorok, kisgyerek. És hát azért osztani, de mindenképpen hozok még kettőt, vagy küldetek. Nagyon drága az embereim. Hogy nem gondoltam, hogy eljön vala ez a pillanat, érdekük, amik a mindenki megdőlt, hallgattam az action-től, és akkor egyszer majd az lesz, hogy... Ja, várjál, január 9-én... A slágere gangsta, új, január 9-én például mindenki megdől lesz, mert hogy a ugye 50. szülinapi buli, és ott a legtöbb zenekar, amiben játszottam fel, és az action eredeti felállásba, a kártel előtt, Matyival, Miksával, Szaszával, mindenki megdől, megöl a rendszer, hát bocsássam. És ez az útjaidról szól, tehát a turnékról, igen, magyar és külföldi turnékról? Hát turnék is vannak benne, klipforgatások, meg ilyen privát utak is, tehát hátul kis kellemes fényképalbum, és hát mókásabbnál mókásabb történetek. Nem lehet rajta nagyon szomorkodni. Az igazság, hogy én az a fajta utazó vagyok, akiben mindenhol valami idétlenség. Mutatom a könyvíróját, aki nyakához Zoli egy készteg, ez nyilván a fotó kedvér humorból. Persze, erőszakmentesség. Hát látod rajta, hogy... Igen, boldog és vidám, hogy az együtt töltött órák a közös munka. Ezzel most alátámasztottad, hogy nem akartam megütni semmit. Szeretem a képet. Na, és hoztál egy új dalocskát is. Egy új dalocskát, mert ha hallottam, sokszor beszéltetek a Tapló télapó című filmről, véletlenül nem ezért. Mert hogy ezt már korábban elkészítettük, mert van nekünk egy barátunk Finnországban, nem is egy, de ő tavaly kijelentette, hogy ő muszáj, hogy reppeljen a kártellel egy dalt, mert meghallgatta a 2012-es albumunkat, mert a Sami Garan barátomnál, aki egy finn szakács, őnála ott volt ez a lemez, és ez a srác, aki vele együtt dolgozik, és egyébként underground rapper, MC Raipati néven. Egyébként polgári néven Mikko Kaiho Virta. Az se jó. Az se jó. És kérlek szépen mondta, hogy muszáj, hogy reppeljen velünk egy közöset, és akkor kitaláltuk egy finn mibe reppeljen télapó dalba, és a Tapló télapó dal című szerzemény elkészült, és ebben MC Raipati a középső verszak, hogyha valaki nem ismerné meg, hogy amelyik az első én vagyok, a harmadik a Laci, Big Daddy L, aki továbbra is masszív tagja a kártelnek, mert most elindultak olyan pletykák, ugye, hogy a Dope Lacival csináltam egy közös dalt, mert hogy ő is jön a január 9-ai bulira, mindenkit igyekeztem magam köré gyűjteni, akikkel együtt zenéltem valaha, és ebből nyilván Laci ez vastagon benne volt ebben a dologban, ezért én fölhívtam, és abszolút ráállt a dologra, az volt a kérdés, hogy jó, hogy csináljunk egy közös dalt, csinálunk, és most már azok a pletykák indultak el, újra összeálltam Dope Lacival, és már a Big Daddy nincs, nem, a kártel ugyanúgy van, mint eddig, Big Daddy Lacival, Dope Lacival csináltunk egy dalt, és jön a január 9-ai bulira, de a Big Daddy van a kártelben, ebbe is ő reppel. Ez az de ugye, hogy az ember öregszik, hogy a haragot tartani, az úgy tényleg, hogy öregszik rá, ez hát nálam csak ebben. Hogy mi a fenének? Nálad úgy nézik ki az öregedés, hogy fáj a derekad, leesik a lábod, kiesik abszolút, a fogad. Igen, igen. Nálam meg az, hogy nem akarok haragot tartani, ez a különbség kettő között. Igen, és téged bulikra járt. Mindenki ott lesz, akivel egykor zenétél? Hát majdnem. Tunyogi Orsi is? Tunyogi Orsi? Nem, ő börtönben van. Jó, vannak dolgok, amiket nyilván te is megbántál. Igen, van, amire nem büszke az ember, például erre a dalra. Miért? Mert fos. Hogyan? Az a dal azért jó, mindig hallom a sláger adja, hogy honnan, hova. Tehát, hogy igen, ez az egy előtte kép. Ott kezdett repelni, még nem úgy, még nem úgy jöttek a szavak, még prozódni a ritmus, még nincs meg, de már repel, 96-97 környékét írunk körülbelül, és aztán ugye honnan, hova. Tehát, hogy ott kéne legyen az épluszor is. Pedig szeretettel jöttem és buszába. És kezdik kihúzni a gyufát, mert van nálam egy. Jött egy felhő, mi leszállt közé. Jó, de jó. Na, meghallgatjuk akkor ezt a kis dalt. Tegnap megmutattam a Beninek, MC Raipatira azt kérdezte, hogy a bácsi miről énekel, annyira cuki volt, mert van benne egy rész, ugye, ami nyilván nem magyarul igen, történik, az a baj, de imádta a dalt. Tessék? Az a baj, hogy én sem tudom, lehet, hogy anyáz minket még. Azért érdemes lenne megkérdezni, mivel nem magyarul énekel, leadhatjuk, de érdemes lenne tudni, hogy miről énekel. Tényleg ez derül neki, ne egy köcsögök, magyar gyökerek. Tudod, valamilyen ez az! De jó! Igen, csak minket szívna benne. Na, meghallgatjuk Kárteltől, jó? A karácsony, azért ez igen, egy ünnepi pillanat, élvezd ünnepi ki. Pillanat, Kártel a Klassz FM-en. Kedves igen, hallgatóknak küldöm nagyon nagy szeretettel, mindenkinek kellemes, boldog, békés karácsony. Ez pont olyan. Nem nevetünk, jó? Nem. Jó, mi mond még egyszer? Balhorogmentes, békés karácsonyt kívánok igen, mindenkinek igen, a fa alatt, és küldöm nagy szeretettel a Tapló télapó című gyerekdalt. Szerbusztok, gyerekek! Nagyon elfáradtam. Jó lesne egy kis muzsika szó. Melyik dadus furuljázik nekem?
FM-en. Boldog karácsony. A dédi mindig a mennyből az angyalt kéri. Azt hiszem most ezt fogjuk de nyomni. Tényleg értek a falat így kézen fogva. Kérlek. A fádállag majd szétcsapom kézzel. Még de óriási. Meg itt szereteteljes, boldog ünnepet kívánunk. Ne hülyeskedjük. De nagyon helyes volt MC Rajpati, nagyon jó, hogy boldog karácsony neki. Karácsonyit. Boldog karácsonyit. Zseniális volt. Jól van, na hát elmondtunk mindent, ugye? Igen, igen. Megmutattuk a dalt. És január 9-én gyertek ti is, de most komolyan mondom. Mit hümböksz? Nem tudod mióta ígéred? A Ferencet nem tudod mióta hívogatom, akkor most megyek, már se voltam. Nem jön. Már voltam, csak inkognitóban. Hogy nem láttalak. Igen, hogy nehogy. Igen. Nem mert beállni. Júj, te. Öcsém. Január 9, ott vagyunk. Január 9-én gyertek. Majd hozol rendesen könyvet. Fekete szakáklubba. Fekete szakáklub. Zagyám, hozok könyvet nektek. Áldott, meghitt, szeretetteljes, békés. Karácsonyt is, kívánok. Nagyon neked. Szeretlek benneteket, és tényleg csak puszi és szeretet és zen. Jó? Mindenki meditáljon utána egyet. Mi ketten együtt meditálunk kint egy azért félmeztelenül, jó? Puszta kézzel meditálunk. Van még idén céges bulit, vagy ez volt az utolsó? Nem tudom, remélem, hogy lesz még egyáltalán. Hívnak-e még céges bulira, hát vagy gyerekek, az összeset nem mondanak? Ártatlan vagyok, mint a maszületebb vagy, bár. Jámbor ember vagy te, ezt mindenki tudja rólad. Nagy, a szád is nagy, meg a szíved is egyébként egy jámbor ember vagy te. Ezt így tudjuk van. Rólad. Ha nagyon meg először ütött, akkor nem szabad emberkedni. Nem vagyunk híve az erőszaknak, de nem, egyáltalán. De az ember meg kell, hogy védje magát, úgyhogy... Köszönöm vigyázz a biztató magadra. Szavakat. Zoltán, kellemes meghitt békés ünnepeket. Nektek is, rácok, és kedves hallgatók. Négyben és minél kevesebb távolságtartási végzés. Sokkolom az orcát. Gangszatorinak köszönjük szépen, ciao, ciao. Mi pedig megyünk tovább játékkal. Már itt is van a hallgatónk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Gyerekek, aki tudja, ismeri, hogy aztán végképp nem lehet rámondani. Üssed a Janit nyugodtan. Keresni a balhét, erőszakos lenne, verekedni akarna, tehát, hogy... Segítek ki a kezébe! Jámbor békés tud, és a Jani letépett balkarról éppen vérzékeli. Jaj, Istenem, ez így csoda. Köszönjük szépen, hello, hello. Na, itt a hallgatónk, halló, jó reggelt! Sziasztok, Tomi vagyok. Hello, Tomi, honnan hívtál minket? Most jelenleg Nyíregyházáról. Nyíregyházáról. Milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy hát nagyon könnyed, kis lájtos kérdéssor. Pláne, ha még látnám. Igen, ha megtalálom. Így van, mehetünk? Mehetünk. Melyik növény levele a koalák fő tápláléka? Így szól az első kérdés. Ez az eukaliptusz. Így van. Menjünk-e tovább? Menjünk. Baseball sapkáért, így szól a második kérdés. Melyik város eredeti neve Új-Amszterdam? Ez, ha minden igaz, New York. Így van, pontosan a New York. De jó. Ezen a néven alapították. Így van. Morning Show-s óráért jöjjön a harmadik kérdés. Milyen jellegű kérdés? Filmes. Uh-huh. Hát, próbáljuk meg, maximum bumbozok egyet. Melyik tudományos, fantasztikus filmsorozat egyik főhőse James T. Kirk kapitány? Nem, annyira nehéz. Nem. Kirk kapitány. Tudományos, fantasztikus. Hatalmas klasszikus tévéfilm sorozat is volt belőle, sok mozifilm is. Hát, esetleg. Mondja, ami eszedbe jut. Az nem, a Star Wars. Nem a Star Wars, hanem a Star Trek. Karácsony van, jól van. Az Enterprise csillaghajókat. 24-ig kicsit mi is lehetünk engedékenyebbek, mégiscsak a szeretet ünnepe. Nem ez kiderült Zoli dalából. Megvan az ajándékcsomag, jó, küldjük neked. Köszönöm. Ügyes voltál. Ciao, ciao. Köszönöm, sziasztok, további szép napot, köszönöm. Hello. 3-4-10 múlt pontosan, egy perccel jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataiban. 10 perc múlva pontosan 10 óra mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Egy egészen elképesztő dolgot hallottunk Ákos híreiben. Belgiumban életben van egy olyan szabály, hogy az éjszakai rajtaütéseket tiltják, és ezért nem tudták elkapni a párizsi merénylet egyik kitervelőjét, megütötte a fülünket, és elkezdtünk róla beszélgetni, hogy te jó Isten, milyen világ ez. Valamint talán mindenki hallott arról, hogy 22 tonna romlott árut foglalt le a Nébik, akik szenzációsak, és még sokat belőlük, és egyre jobban imádom őket tényleg, mert hetente buktatnak be ilyen tehát tényleg komment szemetet gyártó üzemeket, és hát betonkeverőben tartották a húst, és hosszú-hosszú ideje
a giroszosokat ők látták el hússal, olyan állapotok, hogy az valami elképesztő. Megpróbáltuk elképzelni a nagy magyar valóságot, hogy ez hogy történt, illetve milyen az, amikor te bemész, mint ébikes ellenőr, és azt látod, hogy mindenki eldobja a szerszámot, amit kezében a pillanatban rohan, mert nem voltak bejelentve. És szó szerint a szerszámot, mert simán el tudjuk képzelni, hogy egyébként szívlapátokkal dobálták bele a húst a betonkeverőbe. Amit mi aztán megettünk valamelyik körúti giroszosnál, itt tisztelet a kivételnek nyilván vannak, akik jó minőségi húst adnak. Szóval erről beszélgettünk, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 10 óra van pontosan, hívjuk már is a nap hallgatóját. Hello Csabi, jó reggelt! Jó reggelt, szevasztok! Hello, hello! Minden oké, minden rendben? Minden rendben, megölelgettük egy kicsit itt az Olival egymást. Jó gyerek? Olyan kedves ember lett. Jó gyerek. Megváltozott. Csupa szív, de egész egy bohótság, amit csinál. Csupa szív srác ő egyébként. Na ne. Utolsó. Mane. Ez a Geszti Ujdának a címe, Mane. Mane. Kétszer mondja, Mane. Hülye Domi, bizony sokat hallja otthon. Bizony. Ezt bemondta a talentbe. Geszti Péter Ujdának, bizony sokat hallja otthon. Mane. Igazi állat ő is. Jó, hanem nem. Csabikám, remek zenék? Folytatódik a Klassz Karácsony 2015, hogy megint egy karácsonyi dalt fogok ajánlani, ami azért különleges, mert egy rock énekesnő, egy amerikai rock énekesnő adja elő, aki 88 óta készít lemezeket, és 20 éves pályafutását úgy ünnepelte meg, hogy egy kizárólag karácsonyi dalokból álló lemezt adott ki, és nem feltétlenül karácsonyi dalokat dolgozott fel, hanem ő maga írt karácsonyi dalokat, és tőle szól a Christmas in America, Melissa Etheridge-ről van szó. De jó lesz. Nagyon jó énekes, hallgassátok meg. Holnap kopasz nap! Igen. Akkor kezdünk egyébként, ezt nem győzik hangsúlyozni, mert nekünk lesz most ma este egy kis céges buling, de holnap 8-ra itt vagyunk, és akkor eljön az igazság pillanata. Visítam a lapsz! Úgy izgulok, mint egy vizsgál konkrétan az egyetemben. Jézus is! Nem is voltál soha. De az is. Ezért mondom, izgultam, hogy a hamis személyvel ne bukjon le az ember, akit beküldtem magam helyett polgárjog vizsgál. Sebestyén Balázs, biztos? Így van. Egyrészt hajvágás holnap 8-tól, sajnos, hát tudod, nem az élet kemény. Ugye? Szoktuk mondani, ebbe bele kellett állni. Úgyhogy ez a holnap átesünk, úgy néz ki, hogy Feri nem gyújt rá, tehát a fogadást elveszteni látszom sajnos. Bár ma még egy céges bulin, bármi megtörténhet, teszünk róla. Illetve 13.53. Az SMS-en az Ökumenikus Segély Szervezet gyűjt, és most mi gyűjtünk nekik egy kicsit. Ti drága hallgatók, lehet hívni, lehet SMS-t küldeni. Sok-sok milliónál tartunk már, tavaly 10 vagy 15 milliót gyűjtöttünk össze, szeretnénk ezt túllépni. 13.53, jó? Hívjátok, vagy küldjetek SMS-t, 250 forinttal segítetek gyerekeknek, felnőtteknek, és mindenki. Kinek, aki bajban van. Ha más nem is tesz az ember egész évben, csak ennyit már, az is baromi nagy segítség, higgyétek el. És nem győzzük hangsúlyozni, hogy annak is jó ám, aki segít. Bizony. Tehát aki még soha nem csinált ilyet, egyet próbáljunk. Jobb úgy ott lesz. Ülni tényleg majd jövő csütörtökön, hogy eszem, iszom, lehetősége szerint nyilván mindenkinek ezt kívánjuk, de kicsit hozzátettem, kicsit segítettem, egy picit jobb most mindenkinek a karácsonya, és jobb lesz az új éve, úgyhogy 13.53, ne felejtsétek el. Holnap mondjuk az összeget egyébként 3-4-10-kor, hogy mennyi gyűjtött. A segélyszervezetnek honlapjára fel tudtok menni, meg tudjátok nézni, hogy egyébként ezeket az összegeket, hogy mire fordítják, ugye nem csak rövid távon, hanem hosszú távú projektekben is gondolkodnak, ami talán egy picit fontosabb is, mint az ételosztás, de ételt is osztanak, évente több mint 100 000 tál ételről van szó. Szóval egyébként meg visszatérve az előző témára, Kovács Áron már jelezte, hogy én tart az egyik tincsedre. Figyelj csak, a gangsta könyv nincs aláíró, úgyhogy tovább tudod adni karácsonyra. És megint egy ajándék, Jani. Megint egy ajándék. Ja, gyerekek, csak egy másodperc térdre imához, mert te szerette volna nektek megmutatni, aztán tényleg elköszönünk, azért ma egy jeles nap van. Mi ez? Feri. Titanic. Istenem. Na jó, szóval, igen, szegel. Ma van a sajtóvetítés. És minden más. Ma már játsszák a moziban este, hét csütörtökön. Játsszák már? De én ezt ma megnézem, és holnap elmesélem. A fingod nincs, hogy kicsoda, hagyd a fejébe. Jövünk holnap 8-kor. Szevasztok! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsor.